hiszen mindegyre az automata lézersütőt kereste és a tubusokba szorított koncentrátumokat a valódi krumpli meg a nokedli helyett. Közben úgy érezte, hogy szétpattan az agya és a homloka mögött hangyasereg rakott fészket vagy bolyt, vagy a fene tudja mit, már amit a hangyák szoktak építeni egyáltalán. Te Vera, mondta végül habozva, és zavartan az asszonyra nézett. Nekem most ö, egy kis időre el kell mennem, illetve... Az asszony gúnyosan elmosolyodott. Már vártam, hogy mondjad, azt hiszed, nem veszem rajtad észre, ha takargatsz valamit? Legalább fél órája figyellek a szemem sarkából, ahogy toporogsz, mint a tojógalamb, he? Scott bűntudatosan lehajtotta a fejét. Váren? kérdezte rövid szünet után Vera. Ki az ördög lehet az a Váren? Futott át rajta a gondolat. Ki a fene lehet? De hát hiába erőltette az agyát, senkire sem tudott visszaemlékezni, akit valaha Várennek hívtak volna. Végül is más ötlete nem lévén óvatosan bólintott. Az, hogy az ördög vigye el, tette hozzá elővigyázatosan. Vera letette a kezében tartott konyharuhát, és szembefordult vele. Hát ide figyelj, Scott. Kezdte és felemelte mutató ujját. Nem azért mentem hozzá, hogy egyedül töltsem a vasárnapokat, világos? Jó, elismerem, Verennek nagy szüksége van most valakire, de miért nem választ magának, lelki szemetes ládát a többiek közül? Miért éppen egy házas emberre akasztja rá magát? Mi? Ha mindenki, akinek eltűnik az űrhajós apja. A kis Varen, Jack Varen, szakadt ki a kiáltás Scottból. Vera elhűlve bámult rá. Miért? mondta lassan. Mit gondoltál, ki a fenéről beszélek, te Scott? Hova az ördögbe akart te menni egyáltalán? Az űrhajós egyszerre visszanyerte lélek jelenlétét. Most megyek utoljára, esküszöm, Vera, most még utoljára kibeszéli magát, megmondom neki, hogy többé nem érek rá. Nekem kötelességeim vannak. Na csak, hogy végre megjött az eszed, nyugodott meg az asszony, majd parancsolóan az asztal felé intett. Most pedig előbb annak rendje módja szerint megemédenünk, aztán mehetsz. Adok neked mondjuk két órát. Annyi pont elég a lelkizéshez, oké? Okay? Oké, okay, oké, okay. morgott Scott beletörődve be a közös ebédbe. Már az asztalon párolgott a leves és az űrhajós orrát furcsa bizsergés, rég nem érezett illatok járták át, amikor Vera szorosan mellé lépett. Hát akkor? kérdezte. Scott ostobán emelte rá szemét. Mi hát akkor? Az asszony elmosolyodott és elvigyeztette a száját. Szóval most ezt játsszuk? Feltetted magadban, hogy házasságunk hivatalos megkötése után minden alkalommal nekem kell a kezdeményezőnek lennem? Glenn halványan felderengett valami az elfelejtett múltból, hogy annak idején a vasárnapi ebéd előtt bevonultak a hálószobába, és ezt úgy hívták, hogy aperitif. De hiszen Eszter születése után közös és szótlan egyetértés alapba hagyták. Bera lehajolt, és megfogta a hokedling gubbasztó űrhajós kezét. Hát, ha így van, akkor így van. Akkor kezdeményezek én. Lánykoromban, azokon a rohat vasárnapokon, abban a rohat intézetben egyébről sem álmodtam, mint arról, hogy egy korondaliás férjemmel kimérjük a levest, és amíg kihűl, megkóstoljuk egymást. Ha nem tévedek, legalább már egy tucatszor elmondtam neked, de ha kell, minden egyes alkalommal újra és újra elmondom. Most aztán gyerünk. Irány a hálószoba űrhajós. Ahogy túl volt az ebédem, felvett valami ismeretlen, széles fazonú fehér csíkos ruhát, ami igaz az igaz, fiatalsága ellenére eléggé hülyén nézett ki benne, és aztán kimenekült a lakásból. Mert a ebéd után nyomban ledölt egy könyvvel a kezében, és karóráját tüntetően maga mellé tette az éjjeli szekrényre. Glenn tudta, ha két órán belül nem tér vissza, kitör a botrány. Háromszor is eltévedt, még végre sikerült kijutnia a sugárútra. Atya úristen, mondta jó néhányszor, és megtörölgette verejtékező homlokát, mintha visszakerültem volna a történelembe. Vagy én lennék az áruhás királyfi? Aztán, ahogy múltak a percek, egyre többre emlékezett vissza. Igen, akkor még ilyen villamosok jártak, akkor még nem építették fel itt a szállodát, akkor még hirtelen ráköszönt valaki. Talán tíz egy néhány éves, kis növésű fiú volt rövid nadrágban, széles karimájú ódivatuk alapban. Hová tetszik menni, Glenn bácsi? Glenn határozatlanul intett. Hát csak mit tetszik gondolni, mi lesz a meccsen, győzünk? Hát alig, ha nem, motyogta határozatlanul. És amikor már felszállt a villamosra, még mindig azon töprengett, hogy vajon milyen csapatban, és kik is játszottak akkoriban. A villamoson érte a másik kellemetlen meglepetés. Ahogy felszállt, érezte, hogy néhány fej lefordul, és mintha várakozóan tekintene rá. Kényelmetlen érzése támadt, Vállai közé húzta a fejét, és tettetett unalommal bámult ki az ablakon. Egyszerre aztán valaki könnyedén megérintette a vállát. Polgártárs mondta elnézést, de elfelejtette betáplálni a személyi lapját. Glenn elvörösödött és zavartan felállt. Idős, kontyos néni kiállt előtte abból a típusból, amely beleavatkozik mindenbe, ha kell, ha nem. Ó, csak ugyan, morogta Scott, és kutató szeme felfedezte a kocsi belsejébe állított rújra függesztett automatát, amelybe mindenkinek bele kellett táplálnia a személyi számát. Legalábbis vagy harminc évvel ezelőtt. Később maga is részt vett az új, szenzoros érzékelőkkel felszerelt készülékek kidolgozásában, amelyek egyszerű érintéssel új lenyomatolvasás révén működnek. Tehát ma még ott tartunk, hogy Otthon felejtettem, motyogta végül, amikor már ki tudja hányadszor kutatta végig a zsebeit, amelyekben zsebkendőn kívül semmi sem volt, sem papírok, sem pénz. Otthon felejtettem. Aki feledékeny, utazon taxin, mondta egyre hangosabban a néni, helyeslésre várva a környezetből. Ismerem az ilyeneket. Potyázni, azt tudnak. A villamos akkor nagy zökkenéssel megállt egy megállóban, Glen egyetlen ugrással az ajtónál termett, és szégyen ide, szégyen oda, szinte lebuk fencezett róla. Aztán futásnak eredt, csak abban a reményben volt része, hogy nem volt egyetlen ismerőse a kocsin, még abból az időből. Ahogy a villamos újra elindult, megütötte a fülét az ingerült kiáltozás, ezek miatt megy tönkre a villamos társaság, pedig milyen finom úriember, egy vagyont ér a ruhája, villamos pénzre meg sajnál kiadni pár fillért. Rövid gyaloglás után elérte a kórházat, óvatosan megkerülte az épületet, és meg is találta a rácsos vaskerítést, ahol tegnap kimenekült az utcára. Hiába mereztette azonban a szemét, nem látott sem a földön, sem a kerítésen semmit, ami feltűnő lett volna. Ha megkérdezte volna magától, hogy mit keresít, nem tudott volna rá válaszolni. Talán csak az időt húzta, hogy minél később kelljen átlépnie a főkapun. Amikor aztán már saját maga számára is kínossá vált a toporgása, szinte futva visszakanyarodott a főbejárathoz és megkocogtatta a portás fülke ajtaját. Mogorva, egyenruhás öreg úr dugta ki az orrát, és barátságtalanul rávakantott. Délelőtt nincs látogatás. Tején még magának sincs, csak délután öttől hatig. Scott lázasan kutatott az agyában, aztán amikor rálelt, amit keresett, meg könnyebbülten felsóhajtott, de én Magdalena nővért keresem. Az öreg megvakarta az orrát. Miért nem mondja, hogy privát, szép fiú, csak azt tudnám, mi a fenét esznek maguk azon a Magdin. Igaz, nagy feneke van, de esze annyi sem, mint egy hízott libának. Na menjen már, menjen, ne ácsorogjon itt nekem. Ezzel becsapta az ajtót. Glenn Scott végig sietett az udvaron, és felkapaszkodott a második emeletre. Ahogy befordult a folyosóra, a karfák mentén egyszerre ismerős lett minden. Ó, a folyosó végén van a szobája, és benne a vörös hajú hajós. Úgy érezte, hogy valami ellenállhatatlan vonzás húzza, szinte cibálja az ajtó felé, meg kell nézni a vörös hajút, és hogy van-e vasrács az ablakon. Már a folyosó közepe felé járhatott, amikor éles kiáltás harsant a háta megett. Hé, maga ott! Mi a fenét keresít? itt? Scott hátrafordult, és szembe találta magát a Magdaléna nővérrel. Az undok Magdalénával, aki ügyet sem vetett a betegekre, főleg az olyan idősebbére, mint akkor. Azaz tegnap még ő is volt, az éjszakákat is, a rossz nyelvek szerint a sebesült űrhajós palánták társaságában tölti. Scott egy pillanatra megrémült, hogy Magdaléna ne talán felismerheti, de azonnal el is múlt az aggodalma, amikor látta, hogy a lány mogorva arcán széles csábító mosoly terül szét. – Hello! – mondta, és búgott a hangja, mint a gerlicé. – Hello! Csak nem engem keresett! Scott barátságosan elvigyorodott. Maga a nővér? Én hát, ismerjük mi valahonnan egymást? Alig ha hinném, mondta még mindig mosolyogva Scott, de itt a legjobb alkalom, és kezét nyújtotta. Martin. A nővér talán kicsit hosszabb ideig tartotta az ujjai között Scott tenyerét, mint illet volna, közben, mintha egy kicsit hozzá is simultak volna ujjai az űrhajós ujja begyéhez, legalábbis úgy érezte. Istenem, hát ennyire múlik az idő. Tudja mit? mondta a nővér. Menjünk be a nővér szobába, ha akar tőlem valamit. Ott nyugodtabban elbeszélgethetünk. És válaszra sem várva megindul Scott előtt a folyosón. Az űrhajós mögötte ballagott, néhány lépésre leszakadva, s biztos volt benne, hogy a lány feneke neki játsza a fantasztikusabbnál fantasztikusabb figurákat. Scottnak hidegveríték ütött ki a homlokán, és annak ellenére, hogy éjszaka és ma ebér előtt is olyan tüneteket észlett magán, melyek már jó ideje eltűntek az ifjúság örvénylőkött tengere mögött. Most azonban legszívesebben arccal a folyosó fala felé fordult volna, hogy megnyugodjék. A lány hirtelen visszafordult, és elégedett mosolyan nyugtázta a hatást, amelyet Scottra tett. Aztán visszafordult, és kinyitotta a nővérszoba ajtaját. Hát akkor itt volnánk, tessék, foglaljon helyett, mutatta kezével, hogy a Rekamié -e melyik felére üljön az űrhajós. Maga pedig pontosan vele szemben felkuporodott a székre úgy, hogy szombja fedetlenül hagyta a lábát. Izé, hát ö, ö, egyedül vagyunk? kérdezte az űrhajós zavartan. A lány felvonta a szemöldökét. Mit gondol, az öcsémet is magammal szoktam vinni? Glenn nagy nehezen visszanyerte lélek jelenlétét, előrehajolt, és szinte érintette szájával a lány fülét. Amit kérdezni akarok, csak bizalmas. A lány elkomorodott és kísérletet tett hogy valószínűtlenül rövid köpenyét lehúzza legalább a térdére. Rendőrség, kérdezte kedvetlenül, ugyan rázta meg fejészkot, csak uh, itt van egy ismerősöm, izé, egy pasas. Azt hiszem, bedilizett, jó gazdag pasas, és alig, ha nem, én öröklök majd utána, ugye érti? A lánynak visszadért az élet a szemébe. Egye meg a fene sóhajtotta meg könnyebülten. Mi a fenét ijeszgetsz? És miféle muksóról van szó? Az utóbbi időben, ahogy előre haladt az agyérelmesesedése, annyi nevet használt, hogy már magam sem ismerem ki magam közöttük. Leggyakrabban talán, igen, alig, hanem Glenn Scottnak nevezi magát. Glenn Scottnak? Igen, alig, hanem. A lánya zsebében nyúlt, előhúzott egy cigarettát és rágyújtott. Egyenesen Scott arcába fújta a füstöt, aztán újra elmosolyodott. Hát akkor alig, hanem az az ütődött Scott. Igen, őróla van szó. Olyan jó ötvenes a hapsi, van benne valami a maga, vagyis a te arcodból. Na nyugi, nem akarlak sértegetni. Az űrmentők hozták be, hogy valahol az űrben szedték össze valami roncson, vagy csak ő állította, ki tudja. Kit érdekel egy ilyen vén hülye, már megbocsássa a rokonod is. A hülyék közé tették, mert összefüggéstelenül pofázott mindenfélét. Sokkal többet én sem tudok róla. És melyik szobában van? A lány kinyújtózott, himbált a figyelemre méltó melleit Scott orra előtt. Hát éppen ez az egyikben sem. Tegnap este lelépett. Lelépett. Mit csodálkozol mindennapos dolog ez mi nálunk? Ez is három napig dolgozott, amíg a kanala nyelével kilazította a vasrácsot az ablakon. Mint egy múlt századi krimiben. Tegnap este aztán kivette a rácsot, volt, nincs. Eltűnt a homályban. Megpucolta nagybácsikát. Ó, a csodába mondta, tettetett tett, tett felháborodással az űrhajós. Ne izgul, nem jut messzire, nyugtatta Magdaléna nővér, és kényelmesen kinyújtotta a lábait Glenn felé. Ugyanis ellopta az egyik őrült ruháját, mert az övét már beadagoltuk a megsemmisítőbe. Hová? kérdezte izgatottan Scott. Csak nagy nehezen sikerült visszatartania magát, hogy fel ne ugorjék. A megsemmisítőbe, sose hallottad még? Ha valakit behoznak ide, fertőtlenítik a pasast, mint egy elveszett pincsi kutyát, ha megkerül hogy le ne hozzon valami nyavaját, a cuccait meg eltüntetik a megsemmisítőbe. Hát ez van. Igen, és miért gondolod, hogy elkapják? A lány felnevetett. Úgy csinálsz, mintha nem ismerted volna a nagybácsikádat. Ja persze, azt a másikat nem ismerted, akinek ellopta a ruháját a vörös hajúét. Vörös hajúét? A nagybácsikád olyan normális méretű, mint mondjuk te akiét meg ellopta, az egy langaléta, legalább két méter. Képzeld el, ennek a ruháját a nagybácsikáda, mint a tehénen agatja. Csak azon csodálkozom, hogy eddig nem kapták még el. Glennek közben szöget ütött valami a fejében. És hogy lehet az, hogy annak az izé vörös hajúnak nem semmisítették meg a ruháját? A lány megvonta a vállát. Nem tudom. A főorvos ad rá utasítást. A vörös esetében nem adott. Az ő dolga, nem? Glenn lassan felállt, és kényszeredetten mosolygott. Hát akkor majd hirtelen ötletlen megkérdezte, és semmi más nem maradt azután a Glenn Scott után, igazolvány vagy ilyesmi. A lány is felemelkedett, és kinyújtózott, mint egy macska. Igazán nem is tudom, miért dumálok el neked mindent, te sem? Glenn Scott érezte, hogy cselekednie kell. Összeszedte minden bátorságát, és pillanatok tölt részei alatt megpróbálta felidézni, hogyan is csinálta annak idején. Felötlött benne ugyan, hogy mi történik, ha kitalálna esni a műfogsora, vagy egyszerre csak vidáman elvigyorodott. Műfogsor? Hol van az már? Mit röhögsz te, Dilis, mondta folytott hangon Magdalena nővér, amikor Glenn keze végigfutott rajta. Glenn Scott úgy érezte, hogy végtelenségig tartott a csók. Végül is felúcsudott a kábolatból és elengedte a lányt. Magdalena azonban úgy tapadt hozzá, mintha szívó korongok lettek volna elrejtve a testén a ruhája alatt. Na, nyöszörögte indulatosan, amikor az űrhajós igyekezett megszabadulni tőle. Tudod, nem szeretem a félmunkát. Majd később, mondta Scott határozottan, és hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon, még hátrább lépett. Később. Előbb az örökség, szóval, mintha azt mondtad volna, vigyen el az ördög, mondta a nővér, és nagyot fújt. Fuss csak az örökséged után, bár lehet, hogy igazad van. Esküszöl, hogy felhívsz köszönöm, mondta könnyedén Scott. Jó. Bólintott Magdalina nővér. Akkor utána nézek a nagybácsikárnak. Tudod, gyakran előfordul, hogy a papírokat, amiket az űrhajó töröttektől szedünk össze, nem semmisítjük meg. A biztonsági szervek gyakran bekérik őket. Nem nagyon értek hozzá, de lehet benne valami, ami segít kinyomozni a hajótörés okát, meg ilyesmi. Minden páciensnek van egy specraktárban megfelelő fakja, ha mázlid van, maradt valami a nagybácsikár után. Addig maradj itt békében, amíg utána nézek. Az ajtóban visszafordult, kinyújtotta a nyelvét, és eltűnt a folyosón. Nem múlhatott el öt percnél több, hogy visszaérkezett. Belépett az ajtón, háta mögé dugta a kezét, aztán az űrhajósra mosolygott. Na, ki szeret engem? ide vele mondta izgatottan Scott. Mit találtál? Hát nem sokat ismerte be a lány, vagy nem is volt nála semmi, vagy azt is megsemmisítették. Minden esetre csak ez maradt a fiókjában. Scott a lány keze felé kapott, és kiragadta belőle a kemény papírlapot. Meg sem kellett fordítania, azonnal tudta, mit tart a kezében. A kemény papírlap egy fénykép volt, amely közvetlenül azelőtt készült, hogy a fóka kettő elindult. És a képről az 52 éves vera mosolygott rá, elhízott arcából kivillogó, jóságos szemeivel. Visszafelé már nem mert villamosra szállni, satszolása szerint nem múlhatott el egy óránál több, hogy ott verát. Volt már elég ideje, hogy hazasétáljon. Különben is úgy érezte, rettenetesen szüksége van friss levegőre. Fejét lehajtva bandukolt a széles sugárúton, és megpróbálta kideríteni, csak úgy elméleti alapon, hogy melyik év és hányadika lehet. Amikor nagyjából elkészült, a meghatározással odason fordult egy újságpavilonhoz, és belesett a kitett újságokba. Pontosan egy évet tévedett. Lassan tovább sétált és megkísérelt visszaemlékezni rá, hogy kikkel is barátkozott akkoriban. Főiskolát elvégezte, méghozzá két évvel azelőtt. Tehát akkor most az űrhajózási központban dolgozik, még a régi épületben, mint főmunkatárs. Nem, mm, de hogy főmunkatárs csak három évvel később lett, amikor Eszter már megszületett. Tehát most még csak munkatárs. Mi a csodán dolgozhatott akkoriban, illetve éppen most, a napcellákon? Vagy arra csak később került sor, és kik voltak akkoriban a barátai? Itt konnan nem. Ő akkor még nem települt át Finnországból, vagy igen? Hát persze. Elsősorban is Hartmann felügyelő, vagyis a jó öreg Hartmann zsaru. Aztán Davis, persze. Davis már elvégezte a biológia fakultást, és feltett szándéka volt tönkretenni az emberiséget, valami undorító gén manőverrel, amiből persze később sem lett semmi. Davis ma az élettani intézet professzora, a Nobel-díj várományosa. Azaz mikor is? Ma? Ma a csodákat akkor később. Aztán villámként csapott bele a gondolat. Matias. Persze, szegény Matias, hiszen együtt voltunk sülbefőve, na és a lányok. És Liza. Szegény, boldogtalan és később nagyon boldog Liza. Összerázkodott a gondolatra, hogy visszaemlékezett Lizára, amint ott állt a pik feketében a sír szélén, de szemeivel már egyre dévist kereste. Aztán Katarina nagy jelenete az altatóval. Öngyilkosság, gyomormosás. Majd a második a sikerült. Brrr. Amikor a fejét, a házuk előtt állt, nagyot sóhajtott, és fohászkodva emelte tekintetét a levert sarkú számtáblára, mintha tőle várt volna lelki vigaszt. Hát ha én ezt megúszom, anélkül, hogy nem kerülök vissza a zárt osztályra, akármi legyek, suttogta, és megadóan elindult felfelé a lépcsőn. Óvatosan végig a sötét előszobán, és kinyitotta a hálószoba ajtaját. Vera kezében könyvel a rekamén feküdt, mintha azóta fel sem kelt volna. Ahogy azonban arcát kotra emelte, volt a szemeiben valami, ami nem tetszett az űrhajósnak. Vera felkönyökölt, letette a könyvet és közömbösen megkérdezte. Ki beszélgettétek magatokat? Már-már bólintani akart, és hazudni valami nagyon jót, mikor egyszerre csak megérezte a veszélyt. Maga sem tudta volna megmondani, hogy miért, de megrázta a fejét. Nem. Hiába mentem, nem volt ott. Hát, hol beszéltétek meg a találkozótokat? Scott agyában gyorsan kergették egymást a gondolatok. Hol is szoktunk találkozni? Hát, a, a szarvasbogár kávéház előtt. Mire meghökkent? Hol? A szarvasbogár, nyögte Scott, majd megállt, és a levegőben merett. Úristen! Mikor is nyitották meg a szarvasbogárt? A szarvasbogár? Az meg mi? Hát, ebben a pillanatban. Harsány nevet is hallatszott a nappali felől, és egy magas sovány, kefehajú fiatalember támolygott be. Oldalát fogta nevetében, és vékony arca szinte eltorzult az erőködéstől, hogy egyenesen tartsa magát. Hát ez csodálatos lebukás, nem mondom. Ide figyelj, Én is csalom a feleségem, de esküszöm, hogy százszor ügyesebben, mint te. Beiratkozhatnál hozzám szemináriumba. Na és sikerül? kérdezte Savanyú aszkot. A kefehajú abba hagyta a nevetést. Nem, és legyintett, akárhogyan is ügyeskedek, mindig rájön. És mondom, Scott, jobb, ha az ember mindent beval. Az asszonyokat nem lehet átrázni. De hát én, Vera felemelte a kezét, miközben hangjában parányi ingerültség bújkált. Mielőtt végleg belekeverednél valamibe, kedves űrhajósom, kénytelen vagyok figyelmeztetni téged, hogy Veren már két hete nincs a városban. Szarvas bogár nevű kávéház meg egyáltalán nincsen. Hát akkor, ha úgy gondolod, akkor folytasd. Glenn Scott erre taktikát változtatott. Szükségem van egy kis kikapcsolódásra nyögte, és igyekezett nagy szánalmat kelteni maga iránt. Ekkor egy fekete kontyos női fej bukkant fel a nappali szoba ajtajában. Meg egy kis bunyóra, mi? Scott érezte, hogy ismét kezdi elveszíteni a lába alul a talajt. Bunyóra, erre ismét röhögés támadt, de most már egy egész kórus, majd a nappali szobából fiatal emberek és vidám arcú lányok nyomakodtak a hálószobába. Vera is elnevette magát, ledobta a könyvet és Scottra vetette magát. Kikaparom a szemedet, hajósom, Hát hiába ígérted meg, hogy nincs többé az az átkozott boxmes, csak én. Hát ide süllyedt a házasságunk, hogy arra a szerencsétlen várára hivatkozol, ha bunyóra akarsz lógni, mi? Játékosan megkarmolta az űrhajós arcát, és belebokszolt az oldalába. Hello, mondta Scott a tömegnek, és lázasan kutatott az emlékezetében. A kefehajú Hartman felügyelő, azaz Hartman, ez itt Davis, ez pedig, ó, a halott Matthias, szegény Matthias. Na, hogy a lebukás ilyen szépen megtörtént, semmi akadálya nincs, hogy rátérjünk a zsugára, mondta a fekete hajú Liza. Már egy hete viszket a tenyerünk Katerinával, hogy visszanyerjük a múlt vasárnapi huszasunkat. Igaz, Kett? A vékony vöröshajú asszony bólintott, odalépett Scotthoz és megszaglázta. Aztán Mera felé fordult tréfásan komoly arccal. Te verus! Én ezen a pasason a boxkesztyű szagát érzem. Mondom, kórház és valami nagyon-nagyon szak keveredik rajta. Egyedül csak Vera vette észre, hogy Scott enyhén összerázkodik és önkéntelen mozdulatot tesz a kezével. Az asszony nem tudta mire vélni a dolgot, de megérezte, hogy nem vinne sehová, hogyha férjét faggatni kezdeni. El sem tudta képzelni, hogy Scott megcsalja. Talán van valami szerencsétlen kis titka, amit szégyel bevallani a többiek előtt. Összecsapta hát a tenyerét, és a másik szoba felé kezdte terelni a társaságot. Gyerünk, fiúk, lányok, gyerünk, kihűl a kártya! A következő két-két és fél órában Glenn Scott kétségbe esett kísérletet tett, hogy visszaszerezzen néhány évtizeddel ezelőtt örökre semmi vélet kártya tudását. Egymás után követte el a nagyobbnál nagyobb bakikat, a többiek hol nevettek, hol pedig bosszankodtak. És amikor aztán valamilyen lehetetlen helyzetbe beütött a treff Bubival, és még azt sem volt hajlandó megmagyarázni, miért követte el ezt a nyilvánvaló butaságot, Katarina, aki a partnere volt, indulatosan az asztalra csapta a kártyáit. Hát ez ma nem megy. Én nem tudom, Scott, hogy hol voltál egész délelőtt, de hogy sikereid voltak, az biztos. Akinek nincs a kártyában szerencséje, na de hagyjuk ezt. Glenn bűntudatosan a vállai közé húzta a fejét, és igyekezett visszaemlékezni erre a játékra. Csak azt nem értette, hogyan tudott annak idején éjszakákon keresztül nyugodtan ülni, és ezeket a színes lapocskákat verdesni az fájához. Megáll az ész. Azon vette észre magát, hogy tekintete mindegyre találkozik barátai meglepet pillantásával, és érezte, hogy verejték cseppek ütnek ki a homlokán. Már már azon volt, hogy rosszul létett Mímel, amikor Hartman egyszerre csak eltolta magáról a kártyacsomagot. Bocsássatok meg, fiúk, lányok, de ma nekem nincs türelmem az egészhez. Igaza van Katarinának, Scottnak nincs ott az esze. Lehet, hogy a levegőben van valami. Reggel hallottam az orvos meteorológusok felhívását, hogy növekszik a légkör elektromos feszültsége plusz, ehhez hozzájönnek a mágneses akármicsodák és a többi. Gyakorlatilag jobb lenne ágyba bújni, fejünkre húzni a lepedőt, ha csak ezek a mágneses hullámok meg nem találnak ott is. Hagyjuk hát abba, jó? És a huszassom? Horkant fel Liza. Majd visszanyered a jövő vasárnap, mondta meg Vera, akinek szinte pokoli szenvedés volt látni Scott kétségbeesett vergődését. Mi a csoda történhetett vele? Hiszen tegnap még éppen olyan volt, mint máskor, valóban. Csak nem ezek a mágneses hullámok hülyéskednek, éppen az ő férjével. Arra rezzent fel, hogy Katarina a másik szoba felé tereli a férfiakat. Menjetek csak az Isten hírével. Jaj, de nagyon fogtok hiányozni. Majd kopogunk, ha szexre lesz szükségünk. Ezzel kitoloncolta őket, és becsukta maga mögött az ajtót. Na végre. Legalább jól kibeszélgethetjük magunkat hanem ez a te férjed igazán megéri a pénzét. Néha olyan furcsán tud viselkedni, mintha nem is ő lenne, hanem valaki más, aki egyszerűen belebújt a bőrébe. És az űrhajós felesége nem tudta volna megmagyarázni, hogy miért borzongott bele barátnője könnyedén odavetett vetett szavaiba. A férfiak letelepettek a rekamész szélére, egyedül csak Matthiasnak jutott karosszék. Talán inni kellene valamit, javasolta habozva Len. Nem, hanem biztosan. Dörmögte Hartmann is parancsoló mozdulattal a konyha felé mutatott. Hát miért van az embernek hűtőszekrénye, mi? Hogy megvendégeje belőle a barátait. Főleg, ha azok tettek is bele valamit. Jaj, és ne feledkezz meg a jégről! Mars, kisapám! Glenscott eltűnt a konyhában, kinyitotta a hűtőszekrényt, és kiemelte belőle az alaposan lehűlt pálinkás üveget. Lecsavarta róla a papírt és elhúzta a száját. Amikor az ősrégi olcsó márkát meglátta. Ó, hogy tudtam én valaha ezt a szörnyűséget meginni? Aztán előkészített mindent, poharakat, tálcát, jeget, és az egészet bevitte a szobába. Rátette a rekamé közepére, majd mint jó gazdához illik, kocintásra emelte a poharát. Na hát akkor egészségünkre! Levele bömbölték a többiek, és fenékig itták a poharukat. Ellen csak bámulta a sajátját, és furcsa képet vágott, amikor az orrába kúszott a méregerős pálinka, Meglehetősen kellemetlen illata. Hát ezzel meg mi történt? Hallotta egyszerre csak Davis hangját. Ez bedilizett, nézzétek, még csak bele sem szagolt a pohárba. Glenn Scott gyors, bocsánatkérő mosolyjal, egyetlen hajtással lekülte az italt. Szinte várta, hogy valami jóvá tehetetlen történik vele, hiszen az utóbbi időben gyakran előfordult, hogy még a nem túlságosan erős zöld dió koktél is kifelé igyekezett belőle. Az utóbbi időben. Most azonban jó leső érzéssel tapasztalta, hogy a pálinka kellemesen melegíti a gyomrát, és esze ágában sincs helyet változtatni. Ekkor Davis kényelmesen keresztbe tette a lábát, és összeráncolta a szemöldökét. Hát akkor várjuk a vallomást. Scott nyugtalanul összerezzent, hiszen kétség sem férhetett hozzá, hogy a felhívás egyes egyedül ő neki szól. Milyen vallomást? kérdezte csak, hogy időt nyerjen. Davis mézéresen elmosolyodott. Édes öregem, nem tegnap óta ismerjük egymást, mondhatnám úgy, hogy mint a tenyerünket. Nem versz át bennünket Pajtikám, s attól tartok, hogy a többieket, de verád végképp nem és itt mindjárt fel is hívnám pajtikám a figyelmedet az óvatosságra. A csajozás csak az olyan lelkiismeretlen és dölcsölcsirkefogónak való, mint Hartman és én. Kösz, mondta Hartman. De ahhoz fapufa kell, te meg apuskám, olyan vagy, mint a nyitott könyv. Úgy viselkedsz, hogy talán az is jobb lenne, ha mindent őszintén és töredelmesen bevallanál Verának. Be nincs mit bevallanom, rázta a fejét konokhúzkat. Jaj, dehogy nincs, mondta kényeskedve Matthias. Attól tartok, hogy mindjárt meg is teszed a vallomásodat. Felhívom a figyelmedet, hogy a BTK ilyen is ilyen cikkeje értelmében minden szabad ellenet fordítható a tárgyaláson. Hát akkor beszélj. Előre is mondom, hogy én felmentelek. Na kezd már el. Scott újra töltött a poharakba, aztán meg sem várva a többieket leöntötte a pálinkát. Érezte, hogy könnyű, köderezkedik az agyára, és az alkohol megoldja a nyelvét. Hát jó, mondta fáradtan, úgy sem hisztek majd nekem. Az a mi dolgunkat tiéd csak a töredelmes vallomás. Hát jó, mondta még egyszer Scott. Mondjátok, miben látni rajtam, hogy furcsán viselkedek? Matthias hátradőlt a karos székében, és vidáman felnevetett. Hm, még kérded, hát először is. Lebuksz vasárnap délelőtt azzal a kutyaütő szöveggel, hogy Varennel volt találkozod, amikor Varen már két hete nincs a városban. Azt meg elfelejtett, hogy ebér utára beszéltük meg a kártyapartit. Azon kívül a vak is látja, hogy valami nincs -e rendben az agyadban. Úgy zsugázol, mint egy kezdő, mintha legalább húsz éve nem játszottál volna, és különben is. Egész lényedből árad valami megfontoltság, mintha évtizedeket öregettél volna az elmúlt hét alatt pajtás. Valahogy megfontoltabb lettél. Őrültnek tartotok? kérdezte kíváncsian Scott. Matthias csak legyintett. Rendben van, mondta Scott, elmondok mindent, de garantálom, hogy egy szót sem fogtok elhinni az egészből. Jól fejlett képzelő erőm van, bíztatta őt Hartman. Rólam meg, meg lehetne mintázni a hiszékenység szobrát, nevetett Davis. Egyetlen kívánságom van csak, mondta Scott, és harmadszor is öntött a poharakba. És pedig, amíg én magam nem adok rá engedélyt, soha senkinek nem szóltok egyetlen szót sem arról, vagy azzal kapcsolatban, amit most hallotok? Még nekik sem. És a csukott ajtó felé mutatott. Oké, okay, mondta Matthias. Csatlakozom az előttem szólóhoz, morogta Davis. Én is. Tárta szét a karját Hartman. Hát akkor nem marad más hátra, mint hogy szépen elkezdjem hihetetlen mesémet, morogta Scott. Bizony, bizony. Hát akkor emelte fel fejét az űrhajós hirtelen. Képzeljétek el, hogy mesét hallotok, és a mesébe nem nagyon illik belebeszélni. Csak ha a beszélő kérdez, oké? Okay? Oké, okay, mondta Hartman. 2127 nyarát írjuk. Tehát mese a jövőből. Dölt hátra kényelmesebben karosszékében, Matthias. Úgy van, mese a jövőből. És az eleje éppen veled kapcsolatos. No csak, 2126 tavaszán nagyjából fény derült az LX 2-es négyzet furcsa viselkedésére, ugyanis ekkor váratlan dolog történt. Matthias elsápat felpattant a székről, és tántorgó léptekkel elindult a csukott ajtó felé, ahonnan hangos női kacagás szűrődött feléjük. Ahogy felállt, vagy inkább felugrott, nyakendője félrecsúszott, haja felborzolódott, és kezét fenyegetően az ajtó felé rázta. Hát ezt azért nem gondoltam volna, sejtettem, hogy egy rohadt dög, de ezt azért mégsem gondoltam volna. Glenn Scottot is meglepte Matthias viselkedése, te mielőtt még bármit is mondhatott volna, Davis felpattant, és Matthias után vetette magát. Megragadta a kabátja végét, és visszarántotta éppen akkor, amikor az be akart törni a szobába. Állj meg, te hülye! Mi a fene ütött beléd? Elárulta a négyzetemet. Megverem vagy megölöm. Engedj még mielőtt. Ekkor már Hartmann is Matthias mellett állt, és egyesült erővel visszanyomták a karosszékbe. Hartmann töltött a pálinkából, s mint a hisztériás gyereket szokták jeges vízzel, megitatta a csillagást. Nesze, milyen négyzetedet árulták el, és kicsoda, és mi ez az egész? Liza, nyögte Matthias, miközben egyetlen hajtásra kiitta a pálinkát. Nem tudott róla senki, csak Liza, pedig kértem rá, hogy ne mondja senkinek. És még én, buta, még róla akartam elnevezni. Hát én ebből egy szót sem értek, mondta Davis, és homlokát ráncolva visszaroskadt a rekaméra. Milyen négyzetről van szó? Ó, hát nem érted, nyögte Matthias. Felfedeztem egy furcsa akármit a világűrben. Sem csillag, se nem bolygó, se nem köd, se nem is tökös, se nem akármi. Nem is fekete lyuk egy pacni. Olyan, mint egy négyzet alakú tintafolt. Feketének ugyan fekete, csak mégsem feketejük. Szükséges bővebben elmagyaráznom? Egyelőre nem, morogta Hartmann, akiből kitört az őrmester. Mond csak tovább. Mi a csodát mondjak? Felfedeztem ezt a pacnit, és a koordinátákat elneveztem LX es négyzetnek, csak úgy magamban. És én, ostoba, még ebből akartam diszertációt írni. Tovább. Mit tovább? Aztán nem tudtam tartani a számat, és elmondtam Lizának. Ti még soha nem voltatok így? Ha rám néz, beszélnem kell, és én beszéltem. De esküszöm utoljára. Ekkor végre Scott is szóhoz juthatott. Állj meg, Matthias! Mielőtt még felpofoznád a feleséged, emlékeztetlek rá, hogy a történet a jövőben játszódik. Akkor már mindenki tud a dologról, annál is inkább, mert... Nos, egy esemény kapcsán mindenki értesült róla, hogy az utóbbi hm, időkben mivel is foglalkoztál? Miféle esemény? kérdezte még mindig félig dühöngve, Matthias. Erről majd később. Folytathatom? Matthias azonban nem adta föl. Ne beszélj nekem mindenféle butaságot, azt hiszed, hogy beveszem ezt a maszlagot. Nem engedem magam hintába ültetni. Ég a pofámról a bőr, hogy ez a hülye jó kicsalta az ágyban a dolgaimat. Aztán meg fel kell is nyomban kipofázza. Mindjárt tudtátok már, nem? Esküszöm, hogy egy szót sem hallottam a négyzetről, emelte fel kezét komoran Hartman. Én sem, felelte Davis. Akkor nyilván csak Verának mondta el. Hogy a csodába is, fiúk. Ha még más nem tudja, ugye köztünk marad? Davis arca komor maradt, mintha meg sem hallotta volna Matthias rimánkodását. Scottra nézett, aztán halkan csak ennyit mondott. Folytasz, Glenn. Az űrhajós megrejzent és összeráncolta a homlokát. Ja, igen, szóval azon a tavaszon fény derült az LX2-es négyzet furcsa viselkedésére. Röhögnöm kell, dühöngött még mindig Matthias. Matthias diszertációjából és még szóval néhány mások által vezetett diszertációból kiderült, hogy ebben a négyzetben semmiféle asztrodinamikai törvény nem érvényes. És tulajdonképpen semmiféle természettudományi törvény. Sem vonzás, sem taszítás, se színkép se semmi. Nekem mondod, dünnyögte Matthias. Egy szóval felfedeztek valamit, amiről gyanították, hogy az abszolút semmi. Micsoda? kérdezte Hartman. Az abszolút semmi, ahol nincs semmi, se idő, se törvény, se tér, csak a nagy semmi. A nirvána, bólintott Hartmann. De hogyan a nirvána? A nirvánában a nirvána van. Legalábbis valaminek kell lenni, de ha a lelkek oda igyekeznek, ha feloldódnak benne. Mert csak valamiben lehet feloldódni, a semmiben nem. Hát ez nekem magas, mondta Hartman. Mindegy, adva van egy furcsán viselkedő objektum. Illetve nem is objektum, mert a semmi nem lehet objektum. Na de, szóval az egyszerűség kedvéért mégis nevezzük csak így. Egy szóval azon a tavaszon fellőtték az első űrszondát az lx 2 négyzetbe. Röhögnöm kell, morogta még mindig keserűen Matthias. Na és mi történt vele? Kérdezte előre hajolva Davis. Amit várni lehetett. Eltűnt örökre. De a jelekből érdekes következtetéseket vontak le. Milyen jelekből? Ez most messzire vezetne, hárította el a kérdést Scott. Ekkor már több százan figyelték a sonda útját, és az adott jelekből és a szonda eltűnésének körülményeiből arra következtettek, hogy a fekete paczni valamiféle kapu. Matthias láthatólag megnyugodott, és egyre nagyobb érdeklődése hallgatta Scott szavait. Aztán egyszerre csak izgalom csillant meg a szemében. Kapu? Na és hová? Valahová, mondta Scott. Valahová, talán egy másik világegyetembe. Másik világegyetembe? Oda. Egy olyan világegyetembe, amely nem olyan, mint ez, a miénk. Ami talán emberi adja fel sem fogható, vagy pláne nem megismerhető. A mi agyunkat ugyanis erre a világegyetemre konstruálták, értitek? Egy szót sem, morogta Hartman. Folytasd, tördett az egy Davis, hát folytasd! Tehát feltételezték, hogy létezik egy másik világegyetem az LX2 négyzet mögött, ahol az olyan fogalmak, mint anyag, antianyag, tér, idő, valami, semmi, teljességgel használhatatlanok. Ahol nincs élő vagy élettelen, nincs valami, és talán még a semmi sincs, egy szóval egy másik világegyetem. Hmm, filozófiai problémának sem utolsó, mondta Davis. Akkor azonban a probléma még merőben gyakorlati volt. A szonda eltűnése után ugyanis elhatározták, hogy felküldenek egy emberek irányította űrhajót természetesen önkéntesekkel, akik körülnéznek odafenn vagy odalenn, a fekete pacniban. De hiszen ez lehetetlen, mondta fölényesen Hartman. A hivatal semmi körülmények között nem adna rá engedélyt. Harminc év múlva nem lesz hivatal, csattant fel Scott. Hagyjatok már egy szóval, kiválasztottak egy anti-anyag űrhajót, a Fóka kettőt. A legénység önkéntesekből állt. Tíz tagú személyzet. És persze te voltál a parancsnoka, mondta Matthias gúnyosan. Igen, felelte Én voltam a parancsnoka. Rövid ereszkedett a szobára. Hartman Davisre pillantott, és látta, hogy a biológusnak remegnek az ujjai, amint a pohárért nyúl. Ez akkor annyit jelent, vár még nincs vége, mondta Scott, és megtörölte izzadó homlokát. A fóka kettő 2127 nyarán indult. A legénység rajtam kívül, itt Kannen, Stravinsky, Müller Radev folytatta Davis. Glenn Scott eltátotta a száját, olyan erővel szorította meg a poharát, hogy szinte belefehérettek az ujjai. Honnan tudod? Davis felnevetett furcsa, rövid és száraz nevetéssel. Ha valakinek csodálkoznia kell, akkor az elsősorban én vagyok. Ugyanis elkezdett sorolni az első év folyamos hallgatóimat, akiket egy hónappal ezelőtt vettünk fel a főiskolára. Van közöttük öt, akik sülve főve együtt járnak, dolgozataikat is együtt írják, és arról álmodoznak, hogy együtt csinálnak majd nagy dolgokat. Persze ebben nincs semmi rendkívüli nagyjából, minden normális diák így gondolkodik. Csak azt áruld el, hogy honnan ismerette az én hallgatóimat. Egyet kihagytunk az ötből, mondta szinte vidáman Scott, talán Valder? Úgy van, ő az ötödik. Nos hát, ők öten, és még négy másik repültek velem a fóka kettő fedélzetén, az LX2-es pacni felé. Ide figyelj, Scott, mondta ekkor lassan Matthias, kezd nekem itt valami nagyon-nagyon nem tetszeni. Először is így vagy úgy, kicsalod a legféltettebb titkaimat Lizából. Aztán meg megismerkez Davis hallgatóival. Mire megy a játék, Len? Játék? Csóválta a fejét az űrhajós. De talán jobb, ha folytatom. 2127. augusztusában rajtolt a fóka kettő. Én akkor pontosan 56 éves voltam. Na ne, mosolygott Hartman. Egy darabig nem is volt semmi a furcsa utazásban. Mindenki tette a magáét, és végeztünk a megfigyelésekkel is. Két hónap múlva október végén értük el az ismeretlen négyzet, vagyis a pacni szélét. Emlékszem, este volt, legalábbis földi idő szerint, vacsorához ültünk éppen, amikor a fóka kettő rászkódni kezdett. Csendesen, nyugodtan, mintha csak egy mozgó lépcső indult volna meg alattunk. Ez volt az utolsó, amire vissza tudok emlékezni, illetve arra, hogy Itkonen még rám mosolygott és mondott valamit. Aztán már nem emlékszem semmire. Hmm, morogta Hartmann, folytast. Amikor magamhoz tértem, kórházban feküdtem egy rácsos szobában. Napokig tartott, míg összeszedtem magam. Szerencsére nem nagyon nyitottam ki a számot, mert még örökre a dilisek közé zártak volna. Így is pofázhattam valamit, hogy mind arra nem emlékszem, mert amikor végérvényesen magamhoz tértem, bolondok között feküdtem egy rácsos ablakú szobában. Alig tudtam meglépni. És izé. izé, hát hogy kerültél a szobába? Eztán csak az orvosok tudnák megmondani. Annyi biztosnak látszik, hogy valaki megtalált az űrben. Űrhajó nélkül lebegtem szkafanderben, mint Mohamed koporsója. Lehoztak és bedugtak a bolondok házába. És biztosan nem alaptalanul. Nyilván az idegösszeomlás jeleit mutattam. Hát ennyi az egész. Matthias megvonta a vállát, Davis pedig rossz szokásához híven az ujjait tördelte szótlanul. Egyedül Hartmann mert megszólalni. Azért valamit nem értek. Én velem lehet viccelni, de azért... Ha igaz lenne, amit mondtál, most egy öreg ember ülne velem szembe. Ne izéglen. 25 éves vagy akár csak én, és nem 55. Nem dolgoztál te túl sokat az utóbbi időben? 56 voltam, mikor visszatértem, mondta Glenn, aztán néhány szóval elmesélte a történteket, mindent, ami azután esett meg vele, hogy átmászott a kórház kerítésén. Matthias volt az első, aki végleg elvesztette türelmét. Egyszerre csak felállt, felkapta az akóját. Hát nekem ebből elég morogta morgorván. Lehet, hogy te jó szórakozol, de engem ne egy bolondá. Már azzal elszúrod az ember vasárnapját, hogy úgy zsugázol, mint egy kezdő. Aztán ki tudja honnan és kitől ezt most ne firtassuk, rájössz a legféltettebb titkomra és kipofázod. Ráadásul ezt a gyerekes hülyességet akarod nekem beadni. Nem tudom, hogy ti is benne vagytok-e a buliban, fordult Hartman és Davis felé. Ha igen, akkor gratulálok. Csak arra lennék kíváncsi, hogy valóban olyan szellemesnek hiszitek ezt az egészet? Na nehézé, Matthias próbálta visszatartani a csillagázt Hartman. Hagyjál a fenébe, hiszen nem vagyunk gyerekek. Egy szóval sem mondtam, hogy valami visszavonhatatlan történt. A mai nap nem jött össze is kész. Ha majd kiheveritek ezt az ostobaságot, újra összejövünk. Különben is színházba készültünk Lizával. Amikor Liza és Matthias mögött becsukorott az ajtó, hosszú csöndereszkedett a szobára. Arra riadtak csak fel, hogy Vera beoldalog az ajtón, és Scott elé áll. Összevesztetek? Mhm, uh mert még mindig ez tűnt a legegyszerűbbnek. Ó, te kis buták, mondta csendesen Vera, és visszament Katarinához. Scott szeme végigfutott a másik kettőn, Davis zavartan az ujjait tördelte, és pillantását a szőnyegre szegezte. Hartman az orrát simogatta, és láthatóan Erősen gondolkodott. Aztán egyszerre csak felemelte a fejét. Jó, fogadjuk el, hogy minden úgy történt, ahogy mondod. De valami tárgyi bizonyítékot csak van erre az izére, hát szóval erre az egészre. Nem létezik, hogy az utolsó 25 évből nem maradt volna valamit. Egy kis szegecske, vagy akármi, a jövőből. Glenn Scott megingatta a fejét. Az űrhajó elpusztult, vagy egyszerűen nem tudom, mi lett vele. A ruháimat meg elküldték a kórház megsemmisítőjébe. Nem maradt semmi. Azaz, hogy... Azaz, hogy... Igen, valami mégis maradt. Mondta felvillanyozódva, a rekami oldalához hajított zakójához lépett. Kihúzta a belső zsebéből a fényképet, és Hartman felé tartotta. A rendőrőrmester kinyújtotta a kezét, és éppen úgy fogta meg a képet, mintha csak veszélyes bűnjel lett volna. Óvatosan az oldalát csiptette az ujjai közé, nehogy lenyomatot hagyjon fényes felületén. Hmm, Mondtam, miután alaposan megvizsgálta. Egészen érdekes kép. Valami furcsa emózióval készülhetett. Érdekes, ilyet még sohasem láttam. Külföldi? Nézd meg a hátulját, javasolt a Scott. Hartman megfordította a képet, ahol a készítő cég pecsétje látszott. Galaktika a fotószalon olvasta. Hát az meg hol van? Ma még sehol, majd csak lesz. Úgy húsz év múlva értem, morogta Hartman, és újra a képet kezdte vizsgálgatni. És kitábrázol, ha szabad kérdeznem. Talált ki, mondta Hartman forgatta, nézegette a képet, majd elhúzta a száját. Ha szabad asszociálnom, ekkor Davis kivette Hartman kezéből, és rövid pillantást vetett rá. Aztán letette az asztalra, és csak ennyit mondott. Verát. Hartman megmerevedett. Megőrültél, ez egy öreg asszony, hiszen legalább hatvan éves, és csupa ránc meg táska az arca. Az öreg verát mondta csendesen Davis. Hartmann szinte kétségbe eseten nézett Katra, az űrhajós szeliden bólintott. Davisnek igaza van. A képen valóban vera látható, az öreg vera, ahogy mondjátok. Csak hát nem hatvan éves, hanem ötvenöt, tudjátok? Ester születése és a másik gyerek, aki elvetélt, ilyen nyomokat hagytak rajta. Ester hát ő meg kicsoda? Hát a lányunk, Eszter lányunk. Most már főiskolai hallgató, illetve az volt, amikor elindult a fóka kettő. Hartman a fejéhez kapott. Hát ez nem igaz. Ha valaki elmesélné, leköpném és otthagynám. Mondd, Scott, nem vagy te valóban őrült, vagy esetleg én? Nem, Hartman, mondta nyugodtan Scott, egyikünk sem őrült. Ekkora többnyire csak hallgató Davis is felemelkedett, és a zakójáért nyúlt. Azt hiszem, Scottnak igaza van, Sajnos egyikünk sem őrült. Amikor Glenscott másnap reggel munkahelyére az űrhajózási intézetbe készülődött, Davis és Hartmann a vörös törve sugárú sarkát találkoztak, egy hajnalban nyíló bisztróban. Nos? kérdezte Davis izgatottan, mikor megpillantotta a feléje ügető rendőrt. Hartman magához intette a pincért, rendelt egy rumos kávét, aztán előrehajolt az asztal felett. Kapaszkodj csak az asztalban, Billy, mondta Davisnek. Ha nem vigyázol, hanyat esel. Hát mi történt? Türelmetlenkedett a biológus. Hát először is kezdte Hartman és felemelte egyik ujját. Bementem a kórházba, ahol a következőket derítettem ki. Három héttel ezelőtt a vega mellett találtak egy pasost, aki az űrben levegett. Hogy mióta fogalmuk sincs. A titán találta meg, de ők sem tudnak semmiről. A kereső keresőkészülék embert jelzett, erre kimentek a mentők, és behúzták a titánba. Élt, de nem tért magához. Lehozták a földre, és bevitték az űrkórházba. Nem azért tették rács mögé, mert bolond, hiszen magához sem tért, hanem mert éjszakánként felkelt, mintha holdkoros lett volna, és sétafikálni kezdett a folyosón. Erre rács mögé rúgták, mert féltek, hogy kiesik az ablakon. És mit mondtak, mennyi idős lehetett? Olyan hatvan körül, de semmiféle papír nem volt nála, egyedül egy fénykép. Fénykép, suttogta Davis. Igen, csak egy fénykép. Folytasd Hartmann. A pasas tegnap eltűnt, azt mondják, stikában magához tért, vagy a nővérek nem jelentették, és kiválta az amúgy is rozsdás vasrácsot a kanala nyelével. Aztán hip-hop kivette a rácsot, kimászott az ablakon, egy szóval senki nem tudja, hogy hol van. Egy másik beteg ruhájában szökött, mivel az övét megsemmisítették. És a fénykép. A fényképet eredetileg elvették tőle, és betették a megőrzőbe, de az is eltűnt. Ez talán az egyik legnagyobb rejtély. A megőrzőhöz ugyanis lehetetlen betegnek hozzáférni. A személyzet pedig nem tud semmiről. Akkor talán... Vagy mégis, hát hogyan kerülhetett Scotthoz a fénykép? Ezt talán tőle kellene megkérdeznünk. De van még valami sokkal érdekesebb is. Érdekesebb rázta hihetetlenül a fejét, Davis. Alig, ha nem, Tegnap előtt éjszaka ugyanis az egyik rendőröm bizonyos Baker felismerte a a kórház kerítése mellett, jobban mondva, a kerítésnek támaszkodva, és Baker szerint vagy részeg volt, vagy kábítószer hatása alatt állt. Felismerte, sőt, beszélgetett is vele. Állj csak meg, Hartman! Emelte fel az ujját Davis. Itt nem stimmel valami. Ha az a pasas, akit lehoztak, hatvan év körüli volt, akkor hogyan ismerhette fel az a Baker? Az a Baker mi? Hartman megdörzsölte az orrát. Békör azt mondja, hogy felismerte. Tény, hogy nagyon furcsán nézett ki. Valami óriási kabát meg nadrág volt rajta, mert ő kiderült, hogy egy szobatársától lopta, miután az övét nem találta. Ezen kívül úgy nézett ki, mint aki végignyalta az anyaföldet. Ez különben így is van, mert ahogy az ablakból kiugrott, beesett a frissen ásott kertbe. Szóval Baker azt mondja, hogy a pasas úgy nézett ki, mintha Scott lett volna, érted? Lehet, hogy az 55 éves sárral bemocskolt látta Baker. Értem. Aztán? Semmi aztán. Az illető eltűnt, s mivel a kórház nem gyanakodott bűntényre, nem is értesítettek bennünket. Ebben megjegyzem, igaza is van, hiszen naponta előfordul, hogy néhány beteg megunja a dicsőséget és elhúzza a csíkot. Ha nem közveszélyes, hát akkor kibánja ezt. És akkor most mi lesz? Ezt én kérdem tőled, amit tudtam, megtettem. Mit csinálhatnék még? És te? Te mire jutottál? Én alig, ha nem semmire. Matthias még mindig állatira dühös, és annyira összekapott Lizával, hogy csak na. Egy kollégája szerint az a bizonyos fekete pacni valóban létezik, csak nem LX2-nek hívják, mivel a skorpió felé van. Skorpió négyzet a neve. Mhm. Uh -huh. Ez szerint valóban Matthias nevezi majd el lx 2 esnek Lehet. Azon kívül természetesen semmiféle szondált, hogy pláne emberrel hajtott űrhajót nem bocsájtottak föl e felé a pacni felé. Annál is inkább mivel meglétére is csak elméleti úton jöttek rá. A gyakorlat még nem igazolta, hogy valóban ott is van, ahol sejtik. Aztán meg olyan nevű hajó, hogy fóka kettő nincsen az űrflottába. Kész, csokolom. Na akkor most mi legyen? Ez valóban nagy kérdés. Induljunk ki először a legegyszerűbb feltételezésből. És pedig? Válasszuk le a misztikumot az egészről. Vegyük azt, minden meggyőződésünk és a csatolt bizonyítékok ellenére, hogy az az ember, aki megszökött, és Scott nem azonos, érted? Értem, hát de honnan tudod Scott arról a másikról? Ezzel most ne törődjünk, valahogy meg és kész. Talán rokonok, talán hasonlítanak egymásra, sőt, biztosan, hiszen békör esete ezt bizonyítja. Ez esetben Scottal valami történt. Beteg? Kétségkévül, tudod hasadás, hogy valami más idegrendszeri probléma. Ebből pedig nagy baj lehet, ha nem teszünk valamit. Tehát, Legelső feladatunk, hogy Scottot megvizsgáltassuk egy neurológussal, vagy neurobiológussal, akinek van érzéke a misztikához, és van fantáziája is. Oké, okay. de van-e ilyen egyáltalán? Van hát, legalábbis azt hiszem. Ez volt a fő dolgom, nem? Parker 11-re várja. Hmm, Hartman elismerően füttyentett. A nagy Parker? Hogyan sikerült becserkészned? Nem volt könnyű. Minden összeköttetésemet igénybe kellett vennem. Elég az hozzá, hogy tizenegykor várja. És te is velem így? Hát persze. Nem hiszem, hogy egyedül elmenne. Bár én sem vagyok benne egészen biztos. Gondolod, hogy Parker a nyomára bukkan majd valaminek? Davis megmondta a vállát. Ki tudja? Minden esetre többet ért hozzájuk, mint én. Hartman felemelkedett, majd elgondolkozva a levegőbe bámult. De Davis? mondta lassan. És a fénykép? Davis széttárta a karját. Lehet montázs is, vagy retusált kép. Ha az öregből lehet fiatal csinálni, akkor a fiatalból is lehet öreget, nem? Igen, de mi lenne az értelme? Ez a legnagyobb kérdés itt, Hartman barátom, mondta Davis, miközben ő is felcihelődött, fején találtad a szöget, hogy ennek az egésznek mi értelme. Atya úristen morogtaszkodta, amikor megpillantotta az özönvíz előtti makettet, majd mellette a rajzasztalt a tervekkel. Atya úristen, ezzel a vacakkal valamikor repülni lehetett. Szinte hihetetlen. Akkor rezzen csak fel, amikor egy kopaszodó alacsony férfi megkopogtatta a hátát. Hello! Szabad a bemenet? Hello, morogtos Scott elővigyázatosan, és végig a kis emberen a tekintete. Aha. Vandenberg. Hogy is hívták akkoriban, igen? Azt szerette, ha csak úgy egyszerűen főnöknek titulálják. Főnök. Úristen, micsoda marhaság. Jó reggelt, főnök, mondta mégis harsányon, és újra rámeresztette a szemét a maketre. Csak azt nézem, hogy tetszik mi, kérdezte elégedetten Vandenberg. Amíg maga a lábát lóbázta az elmúlt héten, és úgy tett, mintha vizsgázna, látja, mi sem loptuk az időt. Maga a tökéletesség, nem? És büszkén végig az űrhajó maketjén. Scottban azonban már benlapult az ördög, bár tudta, hogy bólintania kellene, hiszen emlékezett rá, hogy a főnökkel nem tanácsos összeakaszkodnia senkinek, mégsem tudta megállni, hogy a jövő nevében ne tegyen egy kritikai megjegyzést. Szépnek szép csak hát, mondta habozva. A főnök simogató keze megtorbant a maket hátán. Csak hát? Mi az a csak hát? A zsilipkamra. A zsilipkamra? Hát mit akar maga a zsilipkamrától? Scott tudta, hogy valami viccel talán még elüthetni a dolgot, de nem volt ereje megállni, érezte, hogy valami félelmetes erő kerítja a hatalmába. Egyszerűen meg kell mondani a véleményét. Nézze csak! Mondta türelmesen, és a maketra mutatott. A zsilipkamra elhelyezése nem jó, egyszerűen túl nagy. Elveszi a teret. Ha nem egyenesre, hanem íveltre készítenék. Látja, a izé főnök, ha ívelt lenne, jelentősen megnövelnék a hasznosítható térfogatot. Ehhez csak annyi kellene. Mennyi? kérdezte ridegen, Berg, Tulajdonképpen át kellene tervezni az egészet. Hát akkor ide figyeljen, Scott, mondta fenyegető élel a főnök. Maga ugye bár első osztályú űrhajósnak készül, és ugye bár a főiskola tovább képzőjébe jár, ahol állítólag űrhajó tervezést is tanítanak. Ilyen állítólagosan tehetséges fickónak, mint maga, hát, akkor ide nagyokos. Tudja, mi lesz abból, ha íveltre építjük a zsilip Tudom, válaszolta hangsúlyozott tisztelettel Scott. Az űrhajó pörögni kezd, ha a sebesség... A főnök ekkora plafon felé nyújtotta mindkét karját, mintha csak egy láthatatlan ellenfél elől akarná megadni magát. Látja, látja, édes drága fiam. Hát persze, hogy pörögni kezd, mint a ring és múzeumban. Tudja maga ezt, kedvesem. Akkor mondja csak, mi a csodát akart. Ezzel mérvetel a jó kedvemet kora reggel. Bejövök fütyörészve, találkozom magával, és mi történik? Elmegy az élettől a kedvem. Meg kell növelni a sebességet. Vandember kezei lehullottak. Mi csodálni? Meg kell növelni a sebességet, bizonyos sebesség felett nem fog pörögni. Végeztek hm, bizonyos kísérleteket. A főnök behúnyta a szemét, végig simította a homlokát, majd szinte kétségbe esetten kérdezte. Megnövelni a sebességet, de mivel, gyöngyvirágom? Mivel? Anti anyaggal morogta Scott. A főnök kinyitotta a szemét, és látszott rajta, hogy most már komolyan aggódik. Nincs valami baja magának, édes Nem szédül, vagy valami hasonló? Antianyaggal olyan motorral kell hajtatni, amelyben tökéletesen végbe megy az antianyag reakció, és tökéletes hatásfokkal. Rendben van. Rendben van, mondta ekkor láthatóan erőtvéve magán, Vandenberg. Rendben van. Ilyesmire már én is gondoltam. Nekem is vannak ötleteim azért, ha maguk hülyének is tartanak, érti? És jobb, mint az maga anti Sokkal jobb. És ha az ötletemet sikerülne megvalósítani, olyan íveltre építhetnék a zsilipkamrát, ami erre csak akarják. Az antianyagmotornál jobb hatásfokkal dolgozik valami, kérdezte hihetetlenül Scott. hiszen ez lehetetlen. De még mennyire lehetséges, de még mennyire hogy az? És mi hajtaná a motort? Nem hajtaná azt semmi. Húzná? Még hozzá kötőfékkel vagy istránggal? Mit bámul úgy rám? Én se vagyok hülyébb, mint maga. Az egyik istrángba illés proféta állna, neki már úgyis van gyakorlata az ilyen égi utazásba. A másikban pedig egy másik proféta, akit maga akar. Na, ezzel aztán megspórolhatjuk ezt az antianyag dolgot. Maximum mannára lesz szükségünk az ellátmányban, mert klasszikus műveltségem szerint a proféták mannát esznek. Na, Isten vele Scott. És ha van még valami jó ötlete, el ne felejtsen felhívni videótelefonon. Akármi jut az eszébe, ne törődjön semmivel, csak hívjon. Magának éjszaka is otthon vagyok. Ezzel gyengéden karjaiba vette a makettet, és kopogó léptekkel távozott. A kora délutáni órákban futó terjedt el a hír az intézetben, hogy az egyik új ember, Glenskat Scott munkatárs, végérvényesen elfűrészelte magát Vandenbergnél. Még nem volt tizenkét óra, mikor Davis felhívta Scottot. Hello, Glenn. Hello. Hogy vagy? Erre vagy kíváncsi? Erre. A csodákat. Mondta nevetve Davis, de erőltetetnek tűnt a nevetése. Volna -e egy órácskád? Scott összeláncolta a homlokát. Mire? Tudod, sokat gondolkoztam a tegnapin, valami nem hagy nyugodni. Ezért kellene az az órácska. Rendben van, Davis, mondta rövid habozás után Scott. Majd megpróbálok lelépni valahogy. Amúgy is történt az előbb valami, ami alig ha nem azt jelenti, hogy furcsa karrieremnek. De mindegy. Hol találkozzunk? Azt hiszem a legjobb, ha oda megyek érted. Várjál lent a kapu előtt, oké? Okay? Oké, okay, mondta Scott. Davis meg volt győződve, hogy kemény küzdelembe kerül majd, amíg legyőzi Scott ellenállását, ha egyáltalán sikerül legyőznie. Óriási meglepetéssel nyugtázta a hogy Scott semmiféle ellenállást nem tanúsít, sőt, mintha kifejezetten kívánta volna a találkozót. Azt mondott, hogy pszichiáter kérdezte még egyszer davis amikor Parke irodája felé tartottak. Ez annyit jelent, hogy azt hiszed rólam, hogy bolond vagyok. Ugyan Glenn, mentegetőzött a biológus, de lásd be, hogy nem hétköznapi esetről van szó. s hogy valójában mi is történt, annak felderítése a szakemberek dolga. Azt viszont diszkréten elhallgatta, hogy Hartmannal együtt nyomozást végeztek a kórház környékén. Amikor a gyors lift felfelé röpítette őket Parker irodájához, Scott egyre inkább gondolataiba mélyett. Neki támaszkodott a felvonó falának, és láthatóan megpróbált visszaemlékezni valamire. Segíthetek, len? kérdezte végül Davis, aki szemes sarkából figyelte az űrhajóst. Parker, Parker, mormogta Scott tétován. Rémlik valami? Nem tudod, mi dolgozik most? Davis széttárta a karját. Nem az én szakterületem, alig van kapcsolatom a genetikával. Scott arca azonban egyre jobban elkomorult, majd nagyot lélegzett, mintha rátalált volna a megoldásra. Mi az? Mi történt? kérdezte nyugtalanul Davis. Scott gyors elhárító mozdulatot tett. Semmi, semmi. Vagy majd később, mintha emlékeznék valamire. Három perccel később szembenültek a világhírű pszichológus professzorral. Parker őszhajú, hatalmas termetű ember volt, orrán, aranykeretes szemüveg csillogott. Foglaljon csak, kérem, nyugodt a helyet, mondta mosolyogva az izgatott Nem lesz semmiféle vizsgálat. Nyilván azt hiszi, hogy bolond vagyok, mondta feszélyezetten Scott. Kétségkívül bizonyos értelemben az is vagyok. Parker felnevetett. Maga megkönnyíti a helyzetemet, fiatal ember, tudja, nálunk van egy aranyszabály. Aki normálisnak képzeli magát, az biztosan sült bolond. Aki viszont esküszik, hogy nem normális, hát biztos, hogy az. Scott Kényt elmosolyodott. Biztosan hallotta már a történetemet. Hmm, Parker bólintott, természetesen, különben nem vállaltam volna, hogy találkozom magával. De tudja, van egy másik aranyszabályunk is. A betegnek magának kell elmondania a történetet, vagy hogy a képzeteit érti, ugye? Magától szeretném hallani. Kérem. Bár nem hiszem, hogy sok értelme lenne. Na, azt majd én eldöntöm, fiatalember. Scott erre részletesen elmesélt mindent, ami aztán történt vele, hogy a fóka kettő elindult a fekete pacni felé. Bőven utalt az azt megelőző eseményekre is, arra a harminc évre, amelyet végigélt a start előtt. Parker professzor egyetlen egyszer sem szólt közbe, radiros végű ceruzájával, apró köröcskéket rajzolt, nyitott jegyzet füzetébe, és látható figyelemmel hallgatta az űrhajós történetét. Amikor Scott befejezte, és épp egy alig órája történt összeveszésével, végül is lezárta a történetet, nem hallatszott más, csak Parker Ceruza hegyének a sercegése. Parker egyszerre csak felemelte a fejét. Tehát így állunk, mondta. Ez pedig annyit jelentene, hogy önnel, kedves barátom, olyasmi történt, ami még senkivel legalábbis tudomásom szerint, amióta világ a világ. Nézzük csak a dolgokat természet tudományosan. Bár nem az én asztalom, azért mégiscsak konyítok valamit a fizikához. Ez szerint ugye legalábbis elméletileg elképzelhető, hogy az egyes idősíkok között átvezető időcsatornák vannak, amelyeken keresztül át lehet zuhanni egy másik idősíkba. Vegyük például azt a tulajdonságot, hogy valaki látja a jövőt. Kóklerség? Ki tudja? Néha lehetetlen bizonyítani, hiszen az illető valóban látja. Legalábbis a jövő egy vékony szeletkéjét. Például decevesete Napra előre megmondta, hogy kivel mi történik a környezetében, pedig ő vissza sem tért sehonnan, mint maga, legalábbis nem emlékezett rá. Csak egyszerűen tudta, hogy mi fog történni. Persze elmondták szemfényvesztőnek, csirkefogónak, mi egymásnak. Pedig alig, ha volt igazuk. Devesnek egyszerűen megvolt a képessége, hogy egy ilyen időcsatornát valamiképpen felhasználjon, értik? Ő maga nem ment át, de mint egy televízión látta a dolgokat. A jövőt. Ön viszont, kedves barátom, teljes fizikai létében belehullott egy ilyen csatornába, de nem a jövőbe esett, hanem a múltba. Megőrizte saját személyét, bár igaz, hogy egy időre megkettőződött. Érdekes, minden esetre érdekes. Filozófiai problémának sem utolsó. Tehát hisz nekem? kérdezkedte Kott, előrehajolva, izgatottan. Parker megrázta a fejét. Szó sincs róla. A dolog nem ilyen egyszerű. Ha maga bolond volna, rendkívül egyszerű lenne a helyzet. Annyit mondhatnék csak, hogy igen, igen, és maga megnyugodva eltávozna. Hát akkor? Ez az, amit még csak nem is sejtek. Felteszem, hogy nem tréfálkozik velem és a barátaival. Nézze, kérem, kezdte ingerülten Scott. Parker csillapítóan emelte fel a kezét. Nyugodjon meg, kérem, de hogy is hiszem. Ha tréfálkozna, nyugodjék, meg már rájöttem volna. Aztán van itt még más lehetőség is. Más lehetőség? Hát persze, ön nem bolond, nem is viccel, hanem egyszerűen képzetei vannak. Maga valóban átélt mindent a lelkében, amiről azt hiszi, hogy a valóságban is megtörtént. Lehet, hogy öt perc alatt. Olyan lehetett, mint egy álom. Soha nem álmodta még, hogy visszatér a gyermekkorába? Hogy mondjuk, matematikai érettségin ül és nem tudja a tételét? De igen, csak hogy... Csak hogy ez nem lehet egy egyszerű álom. Valami ismeretlen képzet, Valahogyan kapcsolatban áll azzal a bizonyos időzsákkal vagy folyósóval, maga átálmodta magát a jövőbe. Tévisz, aki eddig hallgatott, megköszörülte a torkát és megszólalt. Ne feledkezzék meg, professzorul, a tárgyi bizonyítékokról. Na igen, mondta Parker, a tárgyi bizonyítékok. Nem tudom, mit gondoljak. Hinnem kellene, kedves Scott, hogy maga visszajött a jövőből. De egyszerűen képtelen vagyok rá. Ha csak nem tár elém valami olyan bizonyítékot, amely... Hmm, Hát igen, amely megnyőz, érti kérem? Mire gondol, professzor? kérdezte habozva Scott. Nézze, kedves izé, Scott. Szóval Scott úr, maga azt állítja, hogy harminc évet élt a jövőben. Legalábbis a mostani időhelyzetünkhöz viszonyított jövőben. Csak történt valami ez alatt a harminc év alatt, érti? Azt hiszem igen, csak hogy mit segít az rajtam? Ha mondjuk megjósolom, hogy tíz év múlva kitör a háború két afrikai ország között, hol van az még tíz év múlva? Ön már úgy sem tudja kontrollálni. És Scott elharapva a mondatot, zavartan a földre sütötte a szemét. Parker levette és megtörölgette a szemüvegét. Keze alig észrevehetően megremegett, de nem szólt egyetlen szót sem. Amikor befejezte a szemüveg tisztítást, halka megszólalt. Olyan eseményt nem tud mondani, amelyik, nos, amelyik a közeli napokban fog történni. Scott felvonta a vállát. Én akkoriban nem tulajdonítottam nagy jelentőséget a dolgoknak, sőt, tulajdonképpen még újságot is alig olvastam. És ön? Ön meg tudná mondani, hogy mi történt a világban pontosan harminc évvel ezelőtt? Parker mereven Scottra bámult. Nem hiszem, mondta lassan. Nem hiszem, de ön, ön alig, hanem elhallgat előttem valamit. Kérem, mondta ekkor Scott, és felemelkedett a székéből. Kérem, ne utazzék el! Parker újra levette a szemüvegét, és elgondolkozva forgatni kezdte a kezében. – Honnan tudja, hogy elutazom? felejen kérem! – Honnan tudja? – Ne utazzon el, professzor! – mondta még egyszer Scott, és furcsán izgatottnak látszott. – Fogadja meg a tanácsomat! Hey, – Hé! – hördült fel az akkor addig némán, szinte kívülről figyelő Davis. – Mi a csoda folyik itt? Mi csoda utazásról van szó? És ki ne utazzon? Hová? – Scott elhallgatott és újra a földre bámult. Csak a szája sarka rándult meg néha-néha. Milyen utazásról van itt szó, Glenn, erőszakos korod, Davis? Esküszöm, egy szót sem értek az egészből. Mindjárt meg fog érteni mindent, mondta nyugodtan Parker. Ugyanis holnap reggel elutazom még hozzá Indonéziába. Mondhatnám úgy is, hogy titkos küldetésben, ha titokzat is akarnék lenni. De inkább arról van szó, hogy megállapodást készülünk kötni az indonéz kormányjal bizonyos közös kutatások ügyében. Tudják, hányan tudnak az utazásomról? Fogalmam sincs, mondta Davis. Magukkal együtt kilencen, és kizár dolog, hogy bármelyiküktől is kiszivárgott volna, teljességgel lehetetlen. Akkor már csak az a kérdés, hogy honnan tud ön az utamról, Glenn Scott űrhajós? Ez már nem játék, és nem is utópikus utazgatás a jövőben. Scott összehúzta a szemöldökét, de nem nyitotta ki a száját. Beszélj már a csodába is, Glenn, mert a végén még becsuknak mennünket. A fene egye meg, ha tudtam volna. Nos, sürgette Parker. Nem lehetne valami más bizonyítékot kérdezte bizonytalanul Scott. Nézze, kérem, nem állítom, hogy ön és Davis úr kémek, vagy valami hasonlók, de beláthatják, hogy nem maradhat a kérdés megválaszolatlanul. Felteszem hát újra Glenn Scott űrhajósnak a kérdést. Honnan tudta, kérem, hogy én holnap elutazom. Klenszkot reménytelenül felsóhajtott. Úgy sem fog hinni nekem. Azt bízza csak rám. Jól van, professzor. Egyezett bele hirtelen Maga akarta. Onnan tudom, hogy öt év múlva részt vettem, illetve részt veszek az ön emléktábla avatásán a meteor temetőben. Micsoda? Suttogta Davis halára váltan. Akkor én már első osztályú hajós voltam, vagyis hát leszek, és ilyenkor az a szokás, hogy űrhajósok is díszőrséget állnak más egyéb fegyvernemek mellett, ha valamiféle légi szerencsétlenség. Légi szerencsétlenség? kérdezte Halkan Parker. Azért emlékszem pontosan a napra, mert Esztert orvoshoz kellett vinnünk. Amíg én díszőrséget álltam, magára rántotta a levest. Szerencsére nem éget meg nagyon, csak a karja. Kicsoda az az Eszter? A lánya? Az, de már főiskolás, illetve volt az az, hogy lesz. Értem. Mondta Parker, és mi lesz tovább? pontosan emlékszem a napra, ismételte kelletlenül. Holnap reggel kitör a háború a közelkeleten. Marhaság, nyögte hitetlenül Davis, ebben az évszakban. Parkernek kifutott a vér az arcából. Az imént mondta be a rádió, nyögte halkan, hogy jelentős csapatösszevonásokról értesítenek a kémholdak, hogy mindkét oldalról kölcsönös agresszióval vádolják egymást. Na és? Ugrott fel Davis hisztérikusan. És akkor mi van? Mire bizonyíték ez? Öt évvel azután avatták föl az ön emléktábláját. Emlékszem még a gyászbeszédre. Külföldi konferenciára vagy tárgyalásra utazott, és éppen akkor tör ki a háború, amikor az öngépe a határövezetben tartózkodott. A roncsokat később megtalálták. Sugárral emelték le a gépet. És? Senki nem maradt életben az utasok közül. Rövid kínos ereszkedett a szobára. Parker a falat bámulta arca, még mindig sápat volt és kifejezéstelen. Tehát ön azt tanácsolja, hogy ne utazzam el. Mert ha elutazom, meghalok. Nem mondom. Feladta nekem a leckét fiatalember. Csak hogy sajnos a döntés nem az én kezemben van, akkor is mennem kell, ha nem akarok. Különben is. Képzelje magát a helyembe. Ha most elmennék az elnökhöz, és elmondanám az egészet, mit gondol, mi történne velem, illetve velünk? főbelőnének, mondta Kurtán Davis, és letörölte a verejték cseppet a homlokáról. Hát ha azt éppen nem is, de rács mögé mindenképpen kerülnénk, az biztos. Tehát nekem mindenképpen utaznom kell. Sajnálom, mondta Scott, igazán sajnálom. Legalább kiszórakozza magát a díszörségen, mosolyogta savanyúan Parker. És most? Parker levette a szemüvegét. És most? Most semmi, vagy legalábbis nem sok. Vegyük úgy, hogy én esetemben Scott űrhajós hm, próbálja. Értik, ugye, mire gondolok? Ha nem történik velem semmi, nos, akkor eljönnek hozzám, és természetesen mindent megteszek, hogy Glenn Scott űrhajós meggyógyuljon. Roppant érdekel az esete, nem tagadom. Oké, okay, Scott. Ha viszont, folytatta Parker, bekövetkezni az a számomra rendkívül sajnálatos esemény, akkor, nos, akkor más veszi kezébe az ügyet, az önügye, akkor már közügy lesz, kedves Scott. Egy ember, aki harminc évvel előre látja a jövőt. Tudja, mit jelent ez? Nem, rázta meg fejéckot, de nem is érdekel engem. Csak az érdekel, hogy velem mi történt, és hogy megtörténhet ez még egyszer. Hiszen ha ez igaz, ez az elképzelhetetlen fekete pacni. A dolgok túl önök önön, kedves Scott, mondta Parker. Akár akarja, akár nem. Tehát az önügyét most azonnal lediktálom a titkárnőmnek, és a levelet letétbe helyezem az elnöki titkárságon. Hanem, ha nem térek vissza, akkor az elnök dönt helyettem az önügyében. Remélem megérti, hogy nem tehetek másképp. Ne izgulj, öregem! Ne haragudj, mondta Davis, amikor a felvonó lefelé vitte őket. Az ördög se gondolta volna, mi a fenének kellett előhozakodnod azzal a hülye szerencsétlenséggel. Esküszöm, azt hiszi, hogy ugratod. Az ekkora emberek mindig bosszú állók. Ezt tanuld meg, öregem. Még szerencsé, hogy nem fog lezuhanni. Le fog zuhanni, mondta nyugodtan Scott, és felhajtotta a galériát, amikor kiléptek az ajtón. Másnap este már ágyban feküdt és álmatlanul hánykolódott, amikor a másik szobában szöszmötölő Vera berúgta a fejét az ajtón. Hallod? Mit? kérdezte közönösen Scott. Hát kapcsold be a rádiót. A legnagyobb pszichológusunk Parker oda van. Lelőtték repülőgépestül valahol a közel -keleten. A déli órákban kitört valami háború, hát nem pek mi a csodának röpköd ez az őrült arra felé? Nem tudom, mondta Scott Mogorván. Fogalmam sincs, hogy minek röpködött arra felé. Egyébként, ha Davis felhívna a videótelefonon, mond neki, hogy már alszom, és nagyon kérlek, hogy ne költsél fel. Aznap délután Hartman jött látogatóba egyedül, feleség nélkül. Zavartan és figyelmetlenül válaszolgatott vele a kérdéseire, majd egy óvatlan pillanatban szeriden oldalba taszította a szkattot. Gyere, menjünk le a kávéházba. Sürgősen beszédem van veled. A kávéházban vágni lehetett a füstöt. A légkondicionálás elromlott, mert szinte állandóan látszott a felhő az asztalok fölött. Izé, hm, kezdte Hartman, aggodalmasan Scottra pillantott. Olyan nehéz ez az egész. Micsoda? Amiről beszélni akarok. Hát szóval, én hiszek az egészben. Magam sem értem, de minden bizonyíték amellett szól, hogy nem vagy beteg. Egyszerűen megtörtént mindaz, amit elmeséltél. És ez olyan rettenetes. Miért volna neked rettenetes? kérdezte meg őt Scott. Mert láttam vele a fényképét. Bocsáss meg, Glenn, mindenki megöregszik egyszer. Igen, de így, egyszerre, hirtelen, így egészen más. Én milyen voltam, Glenn? Erről akartál velem beszélni? kérdezte türelmetlenül az űrhajós. Meg kell értened, Glenn. Olyan váratlanul ért az egész. Neked legalább volt időt hozzászokni. Hozzászokni? Mosolyorott el keserűen szkat, Hát lehet ehhez hozzászokni, és különben is. Hiszen az apám lehetnél Glenn. Glenn Scott kutatóan nézett a barátja szemébe. Ez minden, Hartman? Azt akarod megtudni tőlem, hogy milyen leszel harminc év múlva? Úgy is el tudod képzelni, nem? Mint Vera? Csak férfiban. Nem iszol majd, mert a sok ivástól kinyifad a májad, és felügyelő leszel. Hartmann felügyelő. Hartmann szinte kétségbeesetten nézett Katra Felügyelő? Az hát, miért hát mi van abban? De miért csak felügyelő? 35 év után csak felügyelő? Miért nem főfelügyelő? És ki lesz a főfelügyelő Glenn? Nem tudom. Hartmann megragadta a Scott karját. Kérlek Glenn, nagyon kérlek, próbálj meg visszaemlékezni. Miért nem én lettem a főfelügyelő, és ki lett az? Ha akarsz, biztosan vissza tudsz rá emlékezni. Hiszen milyen jól emlékeztél a napra, amikor Parker lezuhant. Lehetetlen, hogy pont rám ne emlékeznél. Scott óvatosan lerázta magáról Hartman kezét. Nem emlékszem, mondta. Nem szoktam beavatkozni a rendőrség ügyeibe, és nem szoktam megjegyezni a főfelügyelők neveit sem. Világos? Hartman keserűen elhúzta a száját. Világos. Persze, hogy az. Csak, hogy neked ez vicc. Nekem meg ezen fordul meg a jövőm. Hát nem érted? Ha pontosan tudnám, Glenn Scott nagyot csóhajtott és kezét Hartman karjára tette. Ide figyelj, Hartman! Jó barátok voltunk, és azok is maradunk. Hidd el, tényleg nem emlékszem. Erről az agyamat, de nem ugrik be semmi. Szinte látlak is magam előtt. A nyugdíjasztatásodat várod, és szörpöt is minden nélkül. Ha megveszek, sem emlékszem rá, hogy miért nem lettél főfelügyelő. És arra sem, hogy ki lett az. Nem emlékszem, és kész. Rendben van, Glenn, mondta Hartman keserűen. Ebből is látszik, hogy mennyit ér neked a barátságunk. Ó, a csodába is tört ki káromkodvaszkot. Hát tehetek én róla, hogy Parkerre emlékszem rád, meg nem? Szétverhetem a fejemet egy kalapáccsal, akkor sem jut az eszembe semmi. Rendben van, Glenn, csak ne kiabálj, az űrhajóst, a közben láthatóan magához tért őrmester. Talán van még egy megoldás, sőt, biztosan van. Megoldás mire? Hartman egészen közel hajolt Ha segítenél. Neked miben? Ide figyelj, Glenn. Ha megoldanék néhány jelentősebb bűnügyet, lehet, hogy megváltozna a jövő, nem? Én hiszek benne, biztosan meg tudnánk változtatni miketten. Te meg én? Ezt meg, hogy képzeled? kérdezte gyanakodva Vaszkott. Figyelj csak ide! Jó, rendben van, amire nem emlékszel, arra nem emlékszel. De ezekre a napokra, illetve az ezután következőkre vissza tudsz emlékezni, nem? Hiszen Parker halálára is emlékeztél, hiszen olvastál újságot akkoriban, illetve nem? Mondtam már, hogy csak felületesen. Teljesen lefoglaltak a szakvizsgáim. Akkor is lehetetlen, hogy ne hallottál volna az álmoszféle gyilkosságról. Álmoszféle gyilkosságról? Hartmann, ha lehet, még közelebb hajolsz Ide figyelj, Kat. Most olyat mondok neked, amit senkinek sem szabad tudnia. De benned megbízom. Kösz. Hát, ha beugrik valami, figyelj csak ide. Tudod, ki volt az az álmosz? Hát fogalmam sincs. A vezérkar embere, fontos hadiszállító, persze csak titokban. Nyíltan export-import irodát vezetett. Három hónappal ezelőtt meggyilkolták, és annak ellenére, hogy igen szűk a gyanúsítottak köre, nem tudunk rájönni ki a gyilkos. Előfordul az ilyesmi sóhajtott nagyot, Hogy is hívják a pasast? Ámosz. Scott eltűnődött, majd lassan megingatta a fejét. Nem emlékszem. Rémlik ugyan valami, mintha valami importőr meggyilkolásának az ügye felszította volna a szenvedélyeket a halálbüntetés visszaállítása körül. Hát ez az, rikkantotta Hartmann, és nagyot csapott az asztalra. Éppen ma reggel értesítettek, hogy a liga újra működésbe lépett. Beadványokkal ostromolják az elnököt, hogy visszaállítsa a halálbüntetést. Ó, oh, Glenn, ha most tudnál segíteni. Glenn Scott újra megrázta a fejét. Sajnálom, Hartmann. Csak halvány emlékfoszlányok jutnak az eszembe, még nevek sem. Igazán sajnálom. Pedig nekem a gyilkos nevére volna szükségem és a bizonyítékokra. Biztosan valamikor kiderítette valaki ezt az ügyet, és biztos, hogy az újságok mindent megírtak. A neveket, a bizonyítékokat is. Nekem erre van szükségem. Ó, oh, Glenn! Ó, oh, Glenn, hát nem érted? Ezt az ügyet meg tudnám oldani. Holnap már felügyelő lehetnék, aztán holnap után, ha segítenél, talán már főfelügyelő, hiszen annyi megoldatlan ügy van, mint égen a csillag. Kolausz kereskedő, Brandi csillagász, Teglen, talán még miniszter is lehetnék, és nehogy azt hitt, hogy megfeledkeznék rólad, anyagilag sem járná rosszul. Scott kiitta a káveját, és felállt az asztaltól. Érezte, hogy szédül, mintha apró kalapácsok verték volna a halántékát. Hartman, nem érted? Hát nem emlékszem semmire. De ha emlékeznék is, nem érted? Nem értesz semmit? Neked csak az a fontos, hogy kikövette el ezeket az undorító gyilkosságokat? Miért, hát mi lenne? ütődött meg Hartmann, és ő is felállt. Például én magam, hogy ki vagyok, és hogy mi történt velem, és az a fekete pacsni, és egyáltalán. Utazás az időcsatornán. Fel tudod fogni, hogy ha ez lehetséges, akkor micsoda távlatok? Hartmann türelmetlen kézmozdulatot tett. Ez nem az én dolgom. Az én dolgom a gyilkosságok kinyomozása aztán furcsán megkeményedett hangon, szinte hisztérikusan felcsattant. Figyelmeztet Scott állampolgári kötelességet, hogy támogasd a rendőrség munkáját. Én most csak kértelek, de beszélhetünk másképpen is. Te tudsz valamit, sőt, sok mindent, és ezt eltitkolod a rendőrség elől. Bizonyítékok rejtegetéséért pedig. Le vagy csinálva bizonyítékaiddal együtt. Örülj neki, hogy te legalább felügyelő leszel még szegény Matthias. Matthias, mi van vele? Semmi eredj a fenébe, mondta Scott, és az ajtó felé igyekezett. Csak meg ne bánt, Scott! Hallotta háta mögött harman hangját. Engedd pedig, hogy a barátaid listájáról... Húz ki, húz ki engem onnan, és írj át az ellenségeidére. Ugyan már, levagy te, mondta még egyszer Scott, most már jóval halkabban, és bandukolni kezdett hazafelé. Amikor szerda délután Matthias bekopogott hozzá, megselepődött. Vera valamelyik barátnőjét látogatta, így aztán le kellett menniük a kávézóba. Glenn kitöltötte a szokásos italokat, aztán a vele szemben ülő Matthiasra nézett. Tudta, hogy a csillagász mit akar tőle, és azt is tudta, hogy nem szabadna neki elmondani semmit. De hát van-e joga eltitkolni előtte az igazságot? Amikor idáig ért a gondolataiban, csak nem elmosolyodott igazság. Miféle igazság az, amit tud? Igazság csak a múltban és a jelenben van. A jövőnek nincs igazsága. És ha ő tud valamit, az az ő dolga, senki nem kényszerítheti rá, hogy elmondja. Vajon kinek használna vele? Magának tán vagy Matiásznak? Viszont, és ez az érem másik oldala, ha már így alakultak a dolgok, van-e joga megtartani magának a titkot, és egyáltalán? Hát, ha tud segíteni Matiászon. A csillagász elgondolkozva forgatta a poharát, aztán anélkül, hogy felemelte volna a tekintetét, belekezdett mondókájába. Hát itt vagyok, Len. Tudtad, ugye, hogy eljövök? Tudtam, Borin tudta az űrhajós. Hartmantól hallottam mindent. Talán nem jól tettet, hogy összevesztél vele. Tévedés, Hartman veszett össze velem? mondta Fásó Persze, de ez lényegében mindegy. Hartman mondott valamit, ami miatt idejöttem, és szeretném tudni az igazságot, Len. Felnőtt emberek és barátok vagyunk, vagyis voltunk. Lassan már én is összekeverem az ő idősíkokat, mondta felemelte fejét és bágyatan elmosolyodott. Scott magorván hallgatott. Hartman úgy értelmezte a szavaidat, hogy én rövidesen meghalok, vagy valami történik velem, és te mindent pontosan tudsz, Glenn. Nem tudok semmit, az égvilágon semmit, morogta Scott, és legszívesebben ököllel a fejét verte volna, hogy Hartman előtt kicsúszott a száján az az ostoba félmondat. Dehogy is nem tud, Glenn, dehogy is nem. Én azt is tudom, hogy jogom van megtudni. Régi barátságunk jogán. Hartman is ezt hajtogatta, mondta keserűen Scott. Csak hogy Hartmannak a karrierjéről van szó, nekem pedig esetleg az életemről. Valami kis különbség azért mégiscsak van kettőnk között. Én nem vagyok hisztériás, Glenn. Ha kell, alávetem magam a természet megfellebbezhetetlen akaratának, hiszen csillagász vagyok, de hát ha... De hát ha azért... Hát mégis, ezért kerestelek fel. Scott ekkor már tudta, hogy mindent el kell mondani a Matthiasnak. Bármi történjék, és nincsen joga előtte elhallgatni az igazságot. Ide figyelj, Matthias mondta, felállt, és járkálni kezdett a szobában. Én magam sem tudom, hogy mi történt velem. Lehet, hogy valóban csak álmodtam az egészet. Valami megbicsaklott az agyamban. Parker el is magyarázta. Ugyan, Glenn, mosolygott Matthias. Éppen Parkerra hivatkozol, hiszen te jósoltad meg a halálát. Én nem jósoltam semmit. Utálom ezt a hülye szót. Én nem vagyok cigányasszony, de hagyjuk. Lehet merő véletlen is, hiszen hányan? De hányan vannak a világon, akik előre megéreznek bizonyos eseményeket? Az eszük ágában sincs azt állítani magukról, hogy a jövőből tértek vissza. Ugyan, Glenn, mondta még egyszer Matthias, legalább önmagadat ne áltasd. Hát ez az, fújt Glenn Scott, és visszaroskant a székébe. Magam sem tudom, hogy mit tartsak magamról. Elmondhatom, amit tudok, és el is mondom, de mi a biztosíték, Matthias, hogy valóban igaz, amit mondok? Parker halála, mondta komoran Matthias. Rendben van, adta meg magát Rendben van, de előre megmondom, hogy felmentem magam minden felelősség alól. Aztán lejjebb eresztette a hangját, és szinte suttogva folytatta. Amit Hartmannnak mondtam, akartam mondani, illetve ami kicsúszott a számon, igaz. Vagyis inkább azt hiszem, hogy igaz, a jövőben már megtörtént egyszer. Mikor? kérdezte elcsukló hangon Matthias, még Eszter születése előtt hamarosan. És miben? Ha jól emlékszem, agyvérzés. És jól emlékszel? Igen. Matthias sápadtan dőlt hátra a székében, ez ellen pedig nincs védekezés. Hogyan lehetne megelőzni az agyvérzést, sehogy? És mondd csak len, csinálok én addig még valamit? Te dolgozott ki az LX2 első elméletét, és nevet is te adsz annak a paszninak, ahová én értem, értem, és, és sokat szenvedek? Glenn újra felugrott, és megragadta Matthias vállát. Hagyjuk ezt az egész marhasságot, Matthias. Egyszerűen lehetetlen belelátni a jövőbe. Már én sem hiszek benne, valami varázslat vagy micsoda ez az egész. Mintha kábítószert vettem volna be, víziókat láttam, és... Matias gyengéden lefejtette a válláró Glenn kezét. Nem, Glen. Magad is tudod, hogy nem volt illúzió. Az igazság volt, Glen. A jövő igazsága, és mit számítok én ennek a jövőnek, Glen? Sokat szenvedek majd? Nem, hazudtak Glenn, azonnal és hirtelen bekövetkezik. Matthias feszülten figyeltez katarcát. Azonnal, hát, meddig tart Glenn? Pár napig. Jóságos Isten! És hosszú-hosszú csenderezkedett a szobára. És Liza kérdezte Matthias, mikor újra összeszedte magát. Lizát ne félj, túlteszi túl teszi magát rajta. Matthias halványan elmosolyodott, pedig ettől féltem a legjobban, szegény Liza. Mi lesz vele? Muszáj, Matthias, muszáj! Muszáj, nincs jogod. A férjhez megy Davishez. Matthias szeme kikerekedett. És Katerina? Katerina, nos, ez már igazán nem tartozik a dologhoz, Matthias. Sajnálom, hogy ezt a sok-sok marhaságot csak nem öli meg magát. Scott nagyot sóhajtott. Jézus úristen, motyogta Matthias. És én miattam, ő is én miattam, pedig hogy szeretek élni, Glenn, hogy szeretnék. Glenn Scott kezébe temette az arcát, aztán elvette a tenyerét, és bátorítóan Matthiasra mosolygott. Nem több ez Matthias, mint a cigányasszonyok jóslata. Igazán sajnálom, hogy ezzel a sok hülyességgel elvettem a kedvet, felejtsd el. Én igazán... Matthias felállt, és megpróbált mosolyogni. Köszönöm, Glenn, és ne tégy magadnak szemrehányást, én erőltettem. Ide figyelj, Matthias! Tíz év múlva, mikor már mindannyian elfelejtettük az egészet... Ha valamelyikünk előhozza, meglást, milyen jókat nevetünk majd rajta. Akinek halálhírét keltik, hosszú életű lesz. Hiába, őrült vagyok, Matthias. A csillagász felvette a kabátját, és a küszöbről még visszafordult. Köszönöm, Glenn, és emlékez rá, hogy a barátod voltam. Majd, amikor megcsuklott a hangja, gyorsan becsukta maga mögött az ajtót. Glenn Scott első osztályú űrhajós levetette magát a rekamiéra, és igyekezett nem gondolni semmire. Vera azon az estén ideges volt és ingerült. Előbb csak szó nélkül csapkodott az előszobában, sarokba vágta az eső kabátját, miközben feldöntötte az esernyőt az esernyő tartóval együtt. Scott éppen újságot olvasott karusszékébe süllyedve, és döbbenten kapta fel a fejét, amikor a kívülről beszűrődő zajokat meghallotta. Nocsak, gondolta eltűnődve a régi Vera. Mikor is volt, amikor utoljára ilyesmit hallottam? Aztán gyorsan abba hagyta a gondolkodást, amikor a felesége becsörtetett a szobába. Valóban a régi, az emlékek köde mögé rejtőzött vera bukkant elő a köd mögül. Nézd, Kat, ez már mégiscsak tűrhetetlen, egyszerűen el sem hiszem az egészet. Ha nem Liza mondaná, hát a szemébe röhögnék bárkinek is, de így. Glenn Scott letette az újságot, és óvatosan verára pislantott. Érezte, hogy elérkezett a nagy beszélgetés ideje, melyet már nem lehet tovább halogatni. Szervusz, mondta nyugodtságot tettetve, miközben felállt és megcsókolta verát. Mi háborított fel annyira? Vera rávillantotta a szemét, aztán könnyedén eltolta magától. Ugyan már szkatt, hiszen ismerlek, mint a tenyeremet. Jól tudod a ezt magad is, na kivel szépen, mire megy a játék? Tudni szeretnék mindent. Rendben Verácska bólintott az űrhajós, és visszajereszkedett a fotelbe. De nem lehetne mégis, hogy te mondd el elsőnek, hogy mi történt? Az asszony szeme még mindig szikrázott, amikor lekuporodott a, a mély sarkára. Ide figyelj, Scott, mondta, és nagyon-nagyon komolyás szelidult a hangja. Szeretnélek emlékeztetni a megállapodásunkra, sőt, mondhatni szerződésünkre, amelyet házasságunk előtt kötöttünk. Remélem, még emlékszel mindenre. Mhm, uh -huh, bólintott az űrhajós határozatlanul. Remélem is, tehát. Nincs jogod semmit eltitkolni előlem, legalábbis olyan nagyságrendű dolgot nem, amilyen alig, hanem nem ez is, vagy nem óhajtott tartani magad a megállapodásunkhoz? Dehogy is nem, mondta nevetve, és sietve szkadt. Csak attól tartok, nem egészen világos, hogy mit kellene elmondanom. Az asszony átkulcsolta a térdét. Szóval azt akarod, hogy mindenképpen én kezdjem, kérlek. Van itt néhány dolog, amelyre, ha nem terhellek vele, szeretnék magyarázatot kapni, igen? Szkat hallgatott. Talán ott is kezdhetem, hogy az utóbbi időben meglehetősen furcsán viselkedsz. Most úgy egyszerűen nehéz lenne megfogalmaznom, hogy mit értek ez alatt, de valahogy nem az a Glenn Scott vagy, akihez hozzámentem. Nem? Hát akkor ki? Egy más valaki. És éppen az izgat, hogy nem tudom, hogy ki. Ne félj, nem valami múló hisztéria ez nálam. Nem is olyasmi, hogy nász éjszaka után először megláttalak gatyában és nadrágtartóban, és ettől ájulás kerülget. Mint valami szép lélek is, azt mondta a múlt századi regényekben, nem. Csak egyszerűen más lettél. Más? Hát hogyan más? És Scott érezte, hogy remeg a hangja. Ne haragudj, Scott, de mintha megöregettél volna. Mintha a saját apád lennél. Megfontolt vagy és szótlan? Beletemetkezel az újságokban, nem is szól, táncolni sem akaródzik, és, és ö, olyan tartózkodó vagy, mint egy nyugdíjasok klubjában. Az alkohol árt a májnak, szaladt ki Glenn száján. Uramisten, Scott, emelte égnek szemét vera. És éppen te mondod ezt, két héttel ezelőtt még azt sem tudtad, hogy hol van a májad. De most tudom, mondta Scott, és érezte, hogy felkúszik torkán az ingerültség. Hát látod, éppen ez az, és ez átvitt értelemben is igaz. Ha egy húsz néhány éves fiatal, alig nősült férfi két hét alatt rájön, hogy neki mája is van, lelki és fizikai értelemben egyaránt, akkor azzal történt valami. És én pont erre vagyok kíváncsi. Mi történt veled, Scott? Ennyi az egész. Nem, egyáltalán nem, bár azt hiszem, ez is éppen elég, de mondom tovább. Ma felhívott Liza, és nagyon érdekes dolgokat mesélt, sejtem. Igen? Akkor bizonyára azt is tudod, hogy mit? Scott hallgatott. Hát, először is. Liza azt állítja, hogy felkereste őket Hartman. és bár a férfiak félre vonultak, Hartman úgy ordított, hogy minden szavát hallani lehetett. Tudod, miket mondott? Scott felvonta a vállát. Azt, hogy egyedül rajtad múlik, ha nem lesz felügyelő, mármint főfelügyelő. Hogy te egy aljas csirkefogó vagy, aki nem képes a legjobb barátért egy kicsinke áldozatra sem. Igaz ez, Glenn? Nem igaz, Vera, folytatta Scott. Rendben van, akkor én mondom tovább. Aztán halkabban beszélgettek, amiket már Liza nem hallott. Később Hartman elment, de még mindig nagyon fel volt dúlva. Matthias dolgozni próbált, aztán egyszerre csak ráborult az asztalra, és zokogni kezdett. Képzelheted, hogy megrémült szegény Liza. Talán még életében nem látta sírni Matthias-t, de akármit csinált szegényke, nem tudott magához térni. Matthias ideglászt és sokkot kapott, vagy csak az egyiket, a csoda sem tudja, lényeg az, hogy ki kellett hívni az orvost. Közben egész idő alatt ordítozott, hogy szegény Liza majd megőrült mellette, és egyre csak azt ordítozta, hogy nem akar agyvérzést kapni, hogy beszélni akar veled. Valami fekete patnit emlegetett, egy bizonyos LX2-es négyzetet, és azt, hogy te visszatértél. Honnan a csodából tértél te visszaszkadt? Más nem mondott. Liza, nem, legalábbis nem emlékszem. Különben ennyi nem elég. Nem tudom, hogy milyen pacniról és agyvérzésről van szó, és Hartman is csak nem keverettél valami disznóságba, Glenn. Disznóságba alig bár tulajdonképpen szemlélet kérdése, hogy mit is nevezünk disznóságnak. Na ebből aztán elég len, csapott a seznóra ver a türelmetlenül. Tudod, hogy nem szoktam viccelni. Ha tartani akarod magad a megállapodásunkhoz, jól teszed, ha mindent elmondasz. És ha nem, Vera arcán árnyék suhant át. Hát ez természetesen merőben új helyzetet teremt, mondta, és hangja elvesztette minden melegségét. Glenskot felállt, az asszony mellé ült, átkarolta a vállát. Érezte, hogy Vera teste megfeszül, de nem tolta el magától, vagy nem lökte le a válláról az űrhajós kezét. Nézd csak, Verácska! Természetesen elmondok mindent. Tartom magam, hmm, hát a megállapodásunkhoz. Csak előtte valamit még... Tudom, hogy nem vagy kíváncsi természetű. Nem, nem vagyok az, mondta az asszony. Akkor talán mégiscsak jobb lenne, ha nem mondanám el, amit meg akarsz tőlem tudni. Talán megzavarhatja a... Már már azt mondta, hogy a boldogságunkat majd hirtelen kiabította az útban lévő szót zavartalan viszonyra. Szóval úgy értem, hogy megzavarhatja a köztünk lévő zavartalan viszonyt. Vera élesen figyelte a férfi arcát. Scott, amikor befejezte tépelődését, lehajtotta a fejét. Ide figyelj, Valóban nem vagyok kíváncsi. És nem érdekelnek a titkaid, mint ahogy általában nem érdekelnek az emberek titkai. De ez most más kérdés. Ez a bizalom kérdése. Hogyan lehetne úgy élnünk egymás mellett, ha lényeges dolgokat nem mondunk el egymásnak? Mert ez lényeges, ugye, Scott? Azt hiszem, alig, ha nem ismerte Glenn. Nos, hát akkor mi értelme a mi kis közös életünknek, ha mindenki megtartja magának az életével kapcsolatos, fontos ügyeit, nem? Mi értelme akkor, Glenn? Nem tudom, mondta az űrhajós, alig, hanem igazad van, de ha ezzel minden elromlik. Mi minden? Hát az egész. Ha valami elrontja most, nos, akkor előbb-utóbb úgy is elromlik. Ha nem ettől hát valami egészen mástól. De vessünk véget a filozófiai vitának rajtad a sor Glenn. Kezd? Oké, mondta az űrhajós. Hát akkor essünk neki a nehezének. Aztán úgy, ahogy még mindig átkarolva tartotta az asszony vállát, elmesélte mindazt, ami eddig megtörtént vele. Amikor Glenscott befejezte történetét, rövid ideig még mozdulatlanul ültek a rekamién. Vera állt fel elsőnek, és oda sétált a vízcsaphoz. Telecsorgatott egy poharat, hosszan évont majd Glenn felé fordult. Szóval ezért volt mindez, az a sok furcsaság a viselkedésedben. Ezért. És a ruha az ágy mellett a piszkos fürdőkád. Aztán leroskatta székre. Ó, Glenn, de hisz ez szörnyű. Glenn Scott savanyon elmosolyodott. Miért lenne szörnyű? Már kezdtem egész szépen megszokni. Az asszony megrázta fejét. Megszokni? Hát lehet ezt megszokni? Scott nem válaszolt. Tudod, Glenn, mielőtt ez a szerencsétlen ügy kipattant volna, sokat gondolkodtam, csak nem szóltam neked. Úgy éreztem, hogy válságba sodródott a mi kis életünk. Nem, akkor még nem kapcsoltam össze azzal a vasárnap reggellel, és az ócska öltönnyel sem az ágyad mellett. Egyszerűen azt hittem, bekövetkezett, aminek minden házasságban törvényszerűen be kell következnie. Hogy a szerelmet felváltja az unalom. Ne tiltakozz, Glenn, igenis valamennyien tudjuk, hogy ez így lesz. Csak talán az elején még azzal áltatjuk magunkat, hogy a miég egészen másképp alakul majd, mint másoké, hogy mi soha nem fogunk. De ez csak áltatás, Glenn, és van valami, ami nagyon fontos. Hogy ez a mérhetetlen unalom csak minél később jöjjön, olyan későn, amilyen későn csak lehet. Tudod, én azt hittem, mindketten azon vagyunk, hogy kitoljuk ezt a szörnyű időpontot olyan messzire, amennyire csak lehet. Aztán azon a reggelen, vagyis azután. Megváltozott minden. Ó, hogy rettegtem, Glenn, hogy egy év után oda jutottunk, ahová tíz év múlva kellett volna. Nagyon megijedtem, Glenn, aztán arra gondoltam, hogy még várok egy kicsit. Aztán, ha másképp nem megy, hát elmegyek tőled. Én nem erre vágytam, Glenn, és most látod, ez lett belőle. Azért talán még nem menthetetlen a helyzet. Vera keserűen felnevetett. Nem menthetetlen. Hiszen ha ez igaz, és miért ne lenne igaz, akkor te az apám lehetnél, Glenn. Lassan hatvan éves vagy, és én meg... Glenn Scott megpróbálta újra átkarolni a feleségét. Csacsiság, Vera, néz rám. Hát hatvan éves vagyok én. Az asszony felállt, és elhúzódott tőle. Az vagy, Glenn, ha fiatal is a tested, a lelked hatvan éves. És én megéreztem rajtad. Ezt éreztem meg rajtad. Minden mozdulatod, minden gesztusod egy öregedő emberé és ezt lehetetlen megváltoztatni. Igaz, Glenn? Alig, ha nem, nem tudom, mondta komoran az űrhajós. Ez alatt a két hét alatt, amióta visszatértél, láttam, hogy sok minden miatt tiltakozik a lelked, amit azelőtt még szerettél, és ami miatt én is szerettelek. Majd talán, majd talán kényszerítem magam, hogy olyan legyek, amilyennek szerettél. Vera megrázta a fejét. Kényszeríteni? Milyen együttélés az, Glenn? ahol az egyik félnek kényszerítenie kell magát, hogy olyan legyen, ami ennek a másik szeretné. Ez már nem öröm, Glenn. ez már szenvedés. Az űrhajós hallgatott. Az asszony akkor szinte félénken megkérdezte. Láthatnám azt a fényképet? Az űrhajós elővette a tárcáját, és Vera kezébe adta a fotót. Tessék. Vera szinte félrefordította a fejét, majd bátorságot véve rápillantott, előbb, mintha mosoly csillant volna a szemében, ami hamarosan iszonyattá változott. Nem! Nem! Scott a képét nyúlt. Ez... ez én vagyok? Nem, mondta az űrhajós, és kivette az asszony kezéből. Nem te vagy. Ez Glen Scott űrhajós felesége, 55 éves korában. Ja Istenem, Glenn! Ja Istenem, jadult fel az asszony, és gyomrához kapott. Felugrott és kifutott a fürdőszobába, s Glen bár szeretett volna, mégsem ment utána, hogy segítsen neki, amíg öklendezik. Scott a következő nap már hajnalban felébredt, és hosszasan nézte, amint a kelő nap vörös csíkokat fest a szoba falára. A félig nyitott ajtón át behallatszott a nyugtalan forgolódása, és az űrhajós sejtette, hogy a felesége álmatlanul töltötte az éjszakát. Még tegnap este a másik szobába a díványra, így hát asztaltól még nem is, de ágytól már elváltak. Glencott halkan felöltözködött, és az ablakhoz lépett, félrehúzta a függönyt, és felpislantott a világosodó égre, amelyen már alig alig látszottak a hajnal elől menekülő csillagok. Valahol ott fenn, szem nem látható végtelenben trónolt a fekete pacni, az LX2, amely oly végzetesen beleavatkozott az életébe. S bár Scott szerette volna, Mégsem tudott rá haragudni, inkább sajnálta, hogy a pacni és az a másik világegyetem nem fogadta magába. Vajon hol lehet most itt konnen, Stravinsky és a többiek? Erőszakkal kellett eltépnie magát az ablaktól, amikor a szomszéd szobában felcsörgött az ébresztő óra. Halkan csukta be maga mögött a bejárati ajtót, mint a tolvaj, vagy ő maga, amikor néhány héttel ezelőtt megszökött a kórházból. Annyira elmerült nem éppen vidám gondolataiban, hogy észre sem vette a szőkehajú fiatalembert, aki a szemközti ház falának támaszkodott, majd ellökte magát, amikor észrevette a nyíló kapun keresztül kilépő űrhajóst. Gyors mozdulattal elhajította a cigarettáját, és futva megindulzgadt után. Glencot hallotta ugyan a futó lábak dobogását, de nem tulajdonított különösebb jelentőséget neki. Mennyien futnak reggelente az űrtaxi megállója felé, vagy a villamosgaráshoz, Főleg olyanok, akik a peremvárosban dolgoznak. Amikor azonban a magas férfi alakja feltornyosult ez kat meghökkent. Végigcikázott agyán a gondolat, hogy talán a kórházi ápolók adtak rá engedélyt, hogy valaki keresse őt. A szőke férfi, mintha hasonlított volna valamelyikükre. Nem volt azonban ideje végig gondolni a dolgot. A szőke megragadta az zakója fazonyát. Az utcai lézerlámpa felé fordította a Scottot, és merően az arcába nézett. Maga Scott? Glenn Scott? De kérem, kérem, micsoda eljárás ez? És mondta volna tovább, de a férfi úgy megrázta, hogy szinte kiesett a kabátjából. Feleljen ember! Maga Scott? Az űrhajós hasztalan próbált kiszabadulni támadójának kezei közül, a szőke férfi keményen tartotta kabátja hajtókáját úgy, mint a cselgáncs versenyzők. Scott vagyok hát, léhegte az űrhajós. Mi a csodát akart tőlem? Majd megtudja, mondta. Ekkor már kissé megnyugodva a fiatalember, egyik kezével elengedte Scottot, a zsebébe nyúlt, kiragadott belőle valamit. A következő pillanatban a halak sziszegéssel folytószagú felhő az űrhajós arcába. Ó, te jó Isten, ez valami spré? Volt Scott utolsó gondolata, aztán már nem emlékezett semmire. Amikor magához tért, szinte azonnal hatalmába kerítette a hányinger. Öklendezve felült az ágyon, amelyen feküdt. A szobában lévő tárgyak lágyan hullámoztak szemei előtt, s valahol messze a hullámok tetején egy emberi alak állt, aki feltehetően őt bámulta. Hello, doktor! Hallott egy halk hangot. Alig, ha nem felébredt. Maga beszél vele először? Oké, ok, mondta egy ismerősnek tetsző másik hang, aminek a gazdáját azonban nem sikerült felfedeznie. Ahogy csökkent majd végleg elmúlt a hány ingere, visszahanyatlott az ágyra. Doktor. Ez alig nem azt jelenti, hogy jól sejtette az utcán, amikor kórházra gyanakodott. Elkapták hát és visszahozták. Ki tudja, nem ez a legjobb, ami csak történhetett vele. A barátait és verát örökre elvesztette, munkahelye és a hivatása, hiszen jóval többet tud mindenkinél. Soha olyan világosan nem döbbent még rá a félelmetes tényre, mint itt. Ezen az ismeretlen ágyon, hogy végérvényesen, és megváltoztathatatlanul ahhoz a harminc év múlva beköszöntő világhoz tartozik, amely kivetette magából. Ahhoz a Hartmannhoz és ahhoz a Verához, még akkor is, ha a fiatalság sokkal vonzóbb. Amikor újra meghallotta az ismerős hangot, kinyitotta a szemét, és felkönyökölt. A sezlom mellett fatámlás karosszékben főnöke Van professzor ült, csuklójáért nyúlt, és a kezébe kaparintotta. Scott dühösen rántotta ki kezet, főnöke ujjai közül. Engedje meg! Hogy a fene egye meg magát, mit csinál? És egyáltalán mi történik itt? Ne okoskodjon, Scott, mondta Vandenberg, és újra kezébe vette Scott csuklóját. Apulzusára vagyok kíváncsi. Egészen új anyag ez a készítmény, csak még emberen nem igen próbálkoztak vele, nem szeretném, ha valami baja esne. Inkább hívjon egy orvost. Magam is orvos vagyok, ha nem tudná, sőt, szakorvosi diplomám is van, e nyugodt lehet. Ne féljen, vigyázok magára, mint egy hímes tojásra. Akkor talán azt is elmondhatná, hogy mi ez a cirkusz, és különben is, mi történik velem? Vandenberg bólintott. Persze, hogy elmondom. Mindent meg fog tudni, csak előbb meg kell győződnöm, hogy valóban nem esette baja a szprétől. Scranton még kezdő. Roppantul meg volt rémülve magától, így aztán lehet, hogy többet fújt az orra alá, mint amennyi szükséges lett volna. Skrenton? Ki a csoda az a Scranton? Egy munkatársam, sőt, a lekötelezettem, egyébként fizikus. Kevés tapasztalata van az emberrablásban. Nézze el neki. Amíg beszélt, van, Vandenberg megszámolt a pulzusát és valószínűleg egyéb vizsgálatokat is végzett. Végül visszaeresztette Scott kezét a takaróra, és megkönnyebbülten felsóhajtott, Kutyabaja, nem mondom, egy kicsit megijedtem, hogy nem bírja a sprét. Igen, kellemetlen lett volna, ha... Na, de ne is beszéljünk róla. Scott közben teljesen magához tért, ledobta a takarót és felült az ágyon. Mi az, hogy ne beszéljünk róla, de csak beszéljünk? Mi a fenét akarnak tőlem, és éppen ön? És mi a nyavaja ez a játék a sprével? Scranton ötlete volt, mondta védekezve Vandenberg. Scranton? Hol a csodába van hát ez a Scranton? Itt vagyok, mondta egy nyugodt hang az ablak felől. Scott csak most pillantotta meg a magas szőke fiatal embert, aki a tetőbe vágott vasrácsokkal borított ablak alatt állt. És ha szabad kérdeznem, miért fújt az arcomba? És egyáltalán nem el végre valaki, hogy mi ez az egész disznóság? Remélem, van ember tudja, hogy mit jelent mindaz, amit csinált. Figyelmeztetem, hogy az emberrablás akkor is, ha az főnök, aki elrabolja az illetőt, mégiscsak emberrablás. Vandenberg hátradőlt a székén. Ide figyeljen Scott nevendé. kár kárfárasztani a magát ilyesmivel, ugyanis jogi diplomám is van. Tökéletesen tisztában vagyok minden nemi jogi következménnyel, és Scranton is. Ugye, Scranton? Úgy van, főnök. Tisztában vagyok vele, hogy mindezért életfogytiglant kaphatok, ha maga előkerül. Így van, Scranton? Igen, főnök. Sőt, tovább megyek. Ha maga hmm, eltalálna pusztulni, mondjuk Scranton megölni, Scranton Természetesen főnök csak egy szabába kerül. Nos, ha Scranton megölné, és ha kiderülne, engem is kivégeznének vele együtt. De ilyen szerencséje nem lesz, katt, Ez garantálom. Scott szívében jeges rémület markolt, megértette, hogy ennek már a fele sem tréfa. Pillanatig sem kétséges, hogy a főnöke Vandenberg megőrült, és az a másik, az a Scranton is fizikus. Hol is hallotta már ezt a nevet? Nézze, professzor, illetve főnök, egy árva szót sem értek az egészből. Mi a csodáért volt szükség erre az egész cirkuszra? Csak nem sértettem meg a minap azzal a makettel. Vandenberg bólintott. De megsértett. És akkor a legszívesebben a fenekébe rúgtam volna egy jó nagyot. Nem mondom, legalább fél napig dühöngtem maga miatt. Aztán lecsillapodtam, és tudja, mit csináltam? Fogalmam sincs. Gyanakodni kezdtem. Gyanakodni, és ugyan mire? Magára, édes fiam, Scott, magára. Maga mondott néhány olyan dolgot, ami nem is alaptalan, és felkeltette a gyanakvásomat. Én is mit mondtam? Menjünk csak szép sorjában. Maga elvégezte a főiskolát, és most segédmunkatárs nálunk, igaz? Nos, higgy el, fiatal barátom, tökéletesen tisztában vagyok, a főiskolát végzettek, és a segédmunkatársak tudás szintjével. Elhiszi, igaz? Scott elhúzta a száját. Na már most, maga drága fiam! Olyasmit mondott nekem odafen, és a plafon felé mutatott, ami megfagyasztotta bennem a levegőt. Az antianyag motorral és a pörgés stabilizálásával kapcsolatosan. Tudja, hogy a legnagyobb titokban már folynak ilyen kísérletek, és tudja, ki csináltatta őket? Nem? Tehát akkor megmondom. Scranton fizikus és én. Kapizsgálja? Scott rosszat sejtett. Mivel azonban nem tehetett okosabbat, naívnak tetette magát. Mit kellene kapizsgálnom? Hogy mit? Hát azt, drága barátom, hogy maga valami olyasmit tud, amit nem volna szabad tudnia, amihez magának semmi köze. Ez egy dolog. Már ez is elég lett volna, hogy felkeltse az érdeklődésemet. De maga olyasmit is mondott, nevezetesen az evel zsilipkamra és az antianyagmotor stabilizációs összefüggéséről, amit nem tudhat se honnan. Erre csak a legnagyobb elmé gondolhatnak. Honnan a csodából tudhatná maga ezt, mi? Ez a kettő, ez a második dolog. Azon kívül olyan furcsa a viselkedése, ott a maket előtt valami hatodik érzék azt sugta nekem, hogy titok lappang maga mögött. Maga vagy egy zseni, vagy pedig. És én inkább ebben a másik lehetőségben hiszek. Milyen másik lehetőségben? Vandenberg ekkor pipára gyújtott, majd amikor elégedetten pöfékelni kezdett, a szőke krenton vette át a szót. Izgatott volt a hangja, néha elelcsuklott, mint a mutáló kamaszoké. Folytathatom, professzor úr. Rajta Scranton magáé a szó, hiszen az ötlet is a magáé volt. Scott gyilkos szemekkel nézett Scrantonra. A professzor úr mindent elmondott. Akkor még csak gyanakodtam magára Scott, hogy valahogy hozzájutott az eddigi eredményeinkhez, és még az is megfordult a fejemben, hogy esetleg én... Ugye, professzor úr? De még mennyire, Scranton? De még mennyire? Én természetesen bebizonyítottam, hogy ártatlan vagyok akkor eszembe jutott Decsev. Aki kapcsolatot tudott teremteni az egyes idősíkok között, megtalálta a folyosókat, és rajtuk keresztül az egyikből belátott a másikba. Nem tud róla? Scott hiába erőltette az agyát, sem a Decsev név, sem pedig az idősíkok nem mondtak neki semmit. Nos, folytatta Szenton. Decsev az időfolyósón átlátott egy másik idősíkba. Ez pedig gyakorlati nyelven annyit jelent, hogy Decsev képes volt belelátni a jövőbe. Legalábbis a jövő bizonyos részeibe, pontosan abba, ami közvetlen munkájával összefüggött. És megtudhatnám, ki volt ez a decev? Hát ez a cirkuszos. Cirkuszos? Az és sajnos csak a cirkusszal kapcsolatos jövőt látta. Attól tartok, hogy nem egészen értem, dőlt hátra a párnáján, fáradtan Scott. Nézzen ide Scott. Maga is látott már olyan gyönyörű virágot, ami a szivárvány minden színében pompázott, csak egy nagy baja volt. Nevezetesen, ha hozzáhajolt és megszagolta, úgy érezte, mintha sújtó lég csapta volna meg, vagy gyomorszájon vágták volna. Nem látott még büdös virágot? De láttam, mondta Komoranszka, és szagoltam is. Remek, remek, mondta szkenton és összedörzsölte a kezét. Hát akkor nem is kell tovább magyaráznom, hogy a természetnek vannak időnként megfejthetetlenül és megmagyarázhatatlanul hülye viccei. A gyönyörű virág, amelyik büdös. Érti, igaz? Érteni értem, de mitől volt ez a decsev büdös? Hát attól, hogy cirkuszos volt, képzelje csak el, Scott. A természet megajándékoz valakit azzal a csodálatos képességgel, hogy az időcsatornákon keresztül átlásson egy másik időségbe, azaz a jövőbe.